ennek a beszélgetésnek a során a Centrum Alternatíva, illetve az a harmadik út körvonalait próbáljuk meg meghatározni. Hogy mi ez a harmadik út, afelől persze megoszlanak a nézetek, és hát mindenki különbözőképpen definiálja, ezért aztán már szemrehányást is kaptam, hogy kik vesznek részt, illetve kik nem vesznek részt ezen a beszélgetésen. Ezen a beszélgetésen nincsen képviseltetve a nemzeti radikalizmus. Én ugyanis úgy gondolom, hogy ők máshogy definiálják, nagyon máshogy definiálják a harmadik utat. Ők kelet és nyugat közt keresik a harmadik utat. Itt nincs képviseltetve a neoliberális blairizmus. Ők ugyanis én úgy értékelem, hogy ők a munkatőke tengelyen. Tulajdonképpen az emberek és az uralkodó osztály, vagy hát a nagy tőke közt keresik a harmadik utat. És nincsen képviseltetve ezen a beszélgetésen az ökopolitikai alternatíva. Ők ugyanis úgy gondolom, hogy a kapitalizmus és a mi általunk elég jól ismert államszocializmus között keresik a harmadik utat. Én pedig úgy gondolom, hogy ez a harmadik út az én definícióm szerint a jobboldali és a baloldali szekértábor között húzódik. Itt Magyarországon ezt elég könnyű kalibrálni, Gyurcsánytól és Orbántól egyenlő távolságra kell lenni, és én azt hiszem, hogy az a bázis, ahol a harmadik út nagyjából meghatározható. Az én kérdésem az, hogy az itt jelenlévő alternatív politikai szereplők számára létezik-e harmadik út, létezhet-e harmadik út, illetve szükségszerű-e az, hogy be kelljen tagozódni valamelyik nagy politikai törzsbe, vagy nem. Mert itt az előválasztásnak, meg az összefogásnak a keretében azért itt azért különböző mozgásokat látunk és tapasztalunk. Én azért úgy látom, hogy amíg a Bencsik János az elutasítja az összefogásban való részvételt, addig Márki-Zay Péter és Pálinkás József pedig hát részt vesz ebben. Tehát akkor először is ezt firtatnám, hogy szükséges-e taktikailag vagy stratégiailag, illetve hogy tartósan elutasítható-e az együttműködés a két nagy kurzus valamelyikével. Szépen, elég világos felvezetés, attól függ, milyen távon gondolkodunk. Hosszú távon helye és szerepe, sőt, nagyon fontos szerepe van annak, hogy Magyarországon ne jöjjön létre egy kétosztatú, nagyon szorosan kétosztatú politikai rendszer, hiszen ez szükségszerűen ahhoz vezet, hogy a két politikai tábor megmérkőzik egymással, aztán hol az egyik nyer, hol a másik nyer. Amikor az egyik nyer, akkor ő visz többet haza, amikor a másik nyer, akkor ő visz többet haza, de valójában még egy kiegyezés is van köztük. Ezért tehát én határozottan annak a híve voltam, vagyok. Magyarországon a jelenleginél sokkal differenciáltabb pártstruktúrára van szükség, mert a pártok a politikai élet szereplői, még akkor is, hogyha a különböző politikai pártok különböző mértékben nyitottak a civil szervezetek iránt, a Újvilág Néppárt teljesen nyitott a civil szervezetek iránt. Ugyanakkor a jelenlegi, a Fidesz által kijelölt választási rendszerben én úgy érzékeltem 2019 vége óta, hogy az a, mondjuk azt, hogy jobb-közép polgári alternatíva, ami lehetővé tette volna azt, hogy lesz van egy baloldali blokk, és van ennek egy jobb-közép partnere, ami képes leváltani a magát jobboldalinak, konzervatívnak, kereszténynek és még egyéb sok mindennek mondó Fidesz, amelyik jelzők közül jelzem egyik se érvényes rá. Én tehát egy a centrumhoz közel álló jobb-közép
alternatíva megteremtését hosszú távon elengedhetetlennek tartom. Most viszont döntenünk kell 2022-ben, hogy valaki ebben részt vesz abban, hogy lebontsuk a jelenlegi rendszert, vagy nem vesz részt abban, hogy lebontsuk ezt a rendszert, és építkezik a jövőre abban, hogy azt, hogy ebben a jövőben ki hogyan tud majd részt venni, az természetesen a későbbiek fogják eldönteni. Bevezetésül ennyit, talán nem is lenne jobb, hogy hosszasabban fejtegetném ezt. Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Van-e harmadik út vagy sem, ez számomra nem kérdés. A legutóbbi Republikon kutatás azt mutatta ki, hogy minden településtípuson, érts a fővárosi kerületektől, a megyeszékhelyekig, meg a kisfalvakig, kisvárosokig, mindenhol 5-8%, 5-8% olyan szavazó van, aki el szeretne menni szavazni, nem akar a Fideszre szavazni, de az ellenzéki összefogásra sem szavaznak. Ez több százezer ember potenciálisan. Tehát a kérdés az nem az, hogy létezik-e harmadik oldal, a választói oldalról, a keresleti oldalról létezik, a kérdés az, hogy kínálati oldalról, a politika oldaláról mit tud kínálni a politika ezeknek a szavazóknak. A meggyőződésem, hogy ezek tudatos választók, akik keresni fogják a lehetőségét arra, hogy a lelkiismeretüknek megfelelően szavazhassanak. Olyan választók, akik valami többre vágynak, mint Orbán Viktor bukásának az ígérete, és az elszámoltatásnak az ígérete, amely, majd lehet, hogy erről fogunk majd beszélni később. Jelen tudásunk szerint demokratikus körülmények között kétharmad hiány kivitelezhetetlen, vagy elképzelhetetlen. Én azt gondolom, hogy Borobi kérdezte, hogy szükségszerű volt, vagy így fogalmazta, hogy szükségszerű volt betagozódni valamelyik tömbén. Azt gondolom, hogy nem szükségszerű. Ez választás kérdése. Minden párt, minden mozgalom saját maga döntött arról, hogy részese kíván lenni ennek az összefogásnak. És nem szeretem, amikor ezt a választási törvénnyel magyarázzuk, vagy magyarázzák, hiszen a döntés, hogy hatpárti összefogás lesz, az már jóval előtte megszületett, mint hogy a híres Volner János féle Fidesz megrendelésére benyújtott törvény megnehezítette a különutas pártoknak a listaállítását. Ez egy eldöntött dolog volt, a kérdés csak a részletekben volt. A hatpárti ellenzék felmentésként fogadta. És én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes belegondolni abba, hogyha Orbán Viktor átver valamit a parlamenten, ami választással kapcsolatos, akkor az vajon feltételezik, hogy annyira buta Orbán Viktor, hogy önmagának rosszat akar. Orbán Viktor sok mindent el lehet mondani, de hogy rossz hatalom taktikus lenne, azt nem gondolom. Én nem gondolom azt, hogy Orbán Viktor olyan választói törvényt fogadtatna el a Volner János segítségével, ami rossz neki. Én abból indulok ki, hogy a Fidesz úgy módosította ezt a választói törvényt, hogy jó legyen neki. Hogy az ő győzelmi esélyeit növelni tudja, és bármiféle hatalomváltásnak, rendszerváltásnak az esélyét csökkentse. Márpedig, ha innen nézem, akkor a faltól falig tartó összefogás, a teljes közös indulás, az ellenzéki közös lista, az az ellenzéki győzelem esélyt nem növeli, hanem csökkenti. És végül a jobbközép polgári alternatíváról, ugye itt fontos, van egy fontos, két fontos dátum, amit nem lehet megkerülni, amikor erről beszélünk. Hogyha kitágítjuk ezt a, kiterjesztjük a harmadik utas politika jövőjére, esélyére, lehetőségére, van egy 2019. április 6-a, ami a budapesti önkormányzati kampányban a Momentum bejelentése volt, hogy egészen 2019. áprilisáig volt egy olyan fajta remény, hogy a 21. századi pártok, vagy azok a pártok, amelyek nem voltak részei a 2010 előtti kormányzástak, nem voltak rész, nem nőttek ki az állampártnak, az utódpártból, nem osztott a korábbi politikájuknak a bűneiből, hibáiból, mulasztásaiból, Jobbik, LMP, Momentum, amely akkor egyébként a fővárosi szavazóknak a 40%, a fővárosi ellenzéki szavazók 40%-a
képviseltik, vagy karanténba zárják a múlt árnyakot. És ezt képest eljutottunk oda, hogy ahelyett, hogy ezek a pártok karanténba zárták volna a DK-t, most a DK zárja karanténba az összes többi ellenzéki pártot. Ideig sikerült eljutni 2 év alatt. Ebben oroszlán részt vállalt a Momentum. És én azt gondolom, hogy majd biztos fogunk még erről is beszélni. A másik kulcs dátum, amit nem tudjuk pontosan mikor volt, az pedig a Jobbik DK paktum időpontja, ami arról szólt, hogy ez a két párt feladva mindenféle korábbi elvet, értékrendet, gyakorlatilag a többi ellenzéki párt rovására kiszorítva a többi ellenzéki pártot, gyakorlatilag felosztotta egymás között a választókerületeket, és innentől kezdve gyakorlatilag tét nélkülévé tette az előválasztást. Ha azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy van-e alternatívája a harmadik utasságnak, és meglátjuk azt, hogy a túloldalon ezzel szemben milyen politikai kínálat van, akkor azt gondolom, hogy csak a harmadik utas politikának van alternatívája. Mindenki szeretettel köszöntök. A kérdés tehát elsősorban, amit Robi felvetett, ez a harmadik út kérdése. Én nem keresek harmadik utat személy szerint, persze nyilván történelemből ismerős Németh László, népi író és a többi. Tehát akkor is volt egy harmadik út keresés. Ezek történelmileg nem nagyon jártak sikerrel. Én nekem az az első út is teljesen megfelel, ami egy nyugati, európai, demokratikus jogállam. Tehát én nekem ilyen értelemben azt a, akár Németh László féle harmadik út, amely a kapitalizmus és szocializmus között kutakodott, én azt gondolom, hogy ezt az idő megoldotta, nem Sztálin és Hitler között kell harmadik utat keresni. Tulajdonképpen nem is feltétlenül Orbán és Gyurcsány között. Gyurcsány Ferencnek a leváltása az elsősorban a baloldaliaknak a feladata. Erre több kísérlet történt már egyébként az elmúlt időszakban. A János által említett DK Jobbik megállapodás az volt a legutóbbi kísérletnek a kudarca. Alig egy hónappal ezelőtt a DK úgy néz ki, hogy legalábbis ha nem eltűnt volna, mert arról nincs szó, de legalábbis egy viszonylag kevéssé jelentős erő lett volna a 2022-es parlamentben, ugyanis Karácsony Gergely körül csoportosult egy olyan összefogás, ha úgy tetszik, együttműködés, ahol a Párbeszédtől a Momentumig, a Jobbiktól az MSZP-ig, és tehát mondjuk így még akár néhány civilt is oda lehetett sorolni, volt egy együttműködés, ha úgy tetszik, és a DK-nak nagyon kevés helyen lett volna előválasztási győzelemre esélye. Akkori számok szerint 3 és 5 között hallottam, hogy kb. A 106-ból 3 és 5 körzetben tudott volna, 3 és 5 közötti körzetben tudott volna nyerni a DK előválasztást. Utána, amikor a listát tárgyalták volna, akkor ezzel az eredménnyel már valószínűleg a listán sem kapott volna túlságosan nagy hangsúlyt mondjuk a DK, és a DK kellően zavarban is volt. Az is ugyanebben az időben Dobrev Klárának az indulása miniszterelnök jelöltként, ugye ebben az időben még sokszor negyedik helyre mérték, nem csak a nézőpont, hanem a medián is. Mondjuk Dobrev Klárát, tehát kimondottan rosszul állt a DK-nak a szénája. Azt, hogy nagyon sokak szerint Gyurcsány Ferencnek a politikából való visszavonulása lenne a legnagyobb veszély Orbánra nézve. Tehát kétségkívül könnyebb lenne Orbánt legyőzni, hogyha nem lehetne Gyurcsánnyal riogatni. Ez már korábban is felmerült. Ugye legutóbb a hasonló kísérletet Karácsony Gergely előtt Botka László tette erre. Annak idején, hogyha Botka Lászlót a saját pártja nem buktatja meg, mint miniszterelnök jelöltet 2017-ben, akkor valószínűleg a DK be se jutott volna 18-ban a parlamentbe. Ugye tudjuk, hogy 5,3%-kal csúszott be éppen úgy, hogy a Szocialista Párt 43 vagy hány körzetet adott neki, bőven az akkori súlya fölött. Tehát ha úgy tetszik, akkor a Szocialista Párton belüli pártütők mentették meg Gyurcsányt, most pedig tulajdonképpen a Jobbik mentette meg Gyurcsányt. Ezzel a Jobbik DK megalakodással a DK arca kisimult, és hirtelen rendkívül nyugodtak, hiszen valóban most már úgy számolnak, hogy ők egy 30-40 közötti mandátumra lehetnek jogosultak, még akkor is, hogyha ők láthatóan nem arra készülnek, hogy 22-ben kormányváltás lesz. Nekik teljesen jó az, hogyha a legnagyobb ellenzéki frakciójuk van. Én mindig azzal szoktam őket noszogatni, hogy nem lenne jobb nektek, hogyha a legnagyobb kormánypárti frakciótok lenne, hogy esetleg próbáljátok meg ti is mindent megtenni a kormányváltás érdekében.
Nos, tehát ez a Gyurcsány Ferenc leváltása kérdése, amit fölmerült, ez nem a mi dolgunk. A baloldalon több kísérlet volt rá, ezek 17-ben sem és idén sem jártak sikerrel. Most ilyen szempontból a DK nyugodt lehet, mert valóban az ő projektje az egyelőre sikeresnek tűnik. Bennünket jobban érdekel Orbán Viktornak a leváltása, engem személy szerint is bevallom, őszintén ez sokkal jobban motivál. Nem egy teljesen más ideológiával kellene leváltani, hanem ahogy professzor úr elmondta, az, amit ők vallanak, az nyilvánvalóan nem hiteles. Szájer, Borkai, Kaleta, de akár Lázár János, Rogán, Orbán, Mészáros, és még sorolhatnám, semmiféle keresztény, jobboldali, konzervatív értéket nem képvisel. Semmifélét. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek az értékek, ezek egyébként számunkra komoly értékek, mondhatnám, hogy számunkra a nemzet, a kereszténység, ezek szent értékek, és éppen azért kívánjuk leváltani a Fideszt, mert azt látjuk, hogy ők visszaélnek ezekkel az értékekkel. Úgyhogy tulajdonképpen én nem egy harmadik utat keresek, én kimondott a Orbán Viktor szeretném leváltani. Tehát az egy, én nekem a az nem túl erős versenyben, az elmúlt 30 év legsikeresebb, hozzám leginkább közel álló kormány, az 1998 és 2002 közötti első Orbán kormány volt. Egy óriási különbség a 2010 utáni kormányokhoz képest, hogy akkor egy Putyin ellenes, Európa párti konzervatív politikát valósított meg Orbán Viktor, és részben a parlamenti kétharmad hiányában, részben a saját koalíciós partnerei miatt, hiszen akkor még kisgazdákkal, kereszténydemokratákkal és az MDF-fel kellett közösen kormányoznia. Nyilván a koalíció is egy kényszer volt a kompromisszumra, illetve általában a kétharmad hiánya is kényszer volt a kompromisszumra, úgyhogy nagy örültségeket, nagy hazaárulást nem lehetett elkövetni, mert ezt nem hagyták volna a akkori fékek és ellensúlyok. Ez a fék és ellensúly hiány vezetett oda, hogy 2010 után aztán egy Európa ellenes Putyin párti, immár egyáltalán nem konzervatív és egyáltalán nem keresztény, Fidesz egy olyan álmokfutást követett el, ahogy én szoktam mondani, kisiklatták a demokráciát Magyarországon, mint egy vonatot, vagy eltérítették, mint egy repülőt. Ma tényleg szégyen az, amit az Orbán kormány művel Európában is, Európai Néppártban. Ha már megint nem egy harmadik utat keresünk, hanem a számunkra egyébként elfogadható ideológiai otthont nyújtó Európai Néppárt értékeit nézzük, hogy az Európai Néppártban a liberálisoktól a zöldekig a jobboldali politikának minden árnyalata megtalálható. Tehát mi egy hasonló irányban gondolkodunk. Köztudott, hogy a Mindenki Magyarországon mozgalom az nem párt, ezért saját ideológiánk sincs, hanem közös céljaink vannak. És ugye ez az összefogásról szól, ez a közös cél, ez egy gyakorlatias cél. Egyszerűen arról van szó, hogy ebben az Orbán-féle centrális erőtérben és egyfordulós választási rendszerben, hogyha mindenki a saját külön-külön pártját és értékrendjét képviseli, és nem képes összefogni a legfőbb gonosz ellen, akkor Orbán korlátlan ideig fog hatalma maradni. Ha a legfőbb ellenséget nevezzük meg, azt továbbra sem gondolom, hogy ez a Fidesz lenne, azt gondolom, hogy ez a korrupció. Az a legfőbb probléma Magyarországon, az ellenzéken belül korrupció is ezzel ezt akartam mondani. Tehát az összefogást hirdetjük, de semmiképpen nem Tóth Csabával hirdetjük az összefogást. Úgy gondolom, hogy nekünk az, aki Tóth Csabát támogatja, az nem elszámoltatás párti. Azt gondolom, hogy ez evidens. Úgyhogy igen, összefogásra szükség van minden tisztességes emberrel. Én egyáltalán nem gondolom, hogy a Fideszben ne lennének tisztességes emberek. Azt nagyon szomorúnak tartom, hogy bármilyen okból ők közösséget vállalnak a mai erkölcstelen, aberrált, kommunista pártállamot építő tolvajkormánnyal. De ettől még vannak tisztességes emberek, akikre Magyarország jövőjének az építésekor számítani fogunk. Az értelemszerű, hogy egy választáson egy egyesült ellenzék az egyszerű többséggel leválthatja Orbán Viktor kormányát. Ez viszont nem jelenti, vagy hát én úgy gondolom, hogy nem jelenteni a NER-nek, a Nemzeti Együttműködés rendszerének, az Orbán rendszernek a bukását. Hát én azt gondolom, hogy külön kell kezelni Orbán Viktor kormányának megbuktatását, illetve Orbán Viktor rendszerének a leváltását.
És a következő kérdésem az rendkívül egyszerű, ennek megfelelően egyszerű és lényegre törő és rövid válaszokat kérek. Ellenzékváltás nélkül leváltható-e Orbán Viktor rendszere? Nem a kormánya, hanem a rendszere leváltható-e ellenzékváltás nélkül? Kicsit megkerülve a választ, először kormányt kell váltani. Kormányváltás nélkül nincs rendszerváltás, és azt, hogy a kormányváltásban milyen mértékben tudnak részt venni azok a politikusok, akik nem sározódtak össze az elmúlt x évben, ez a nagy kérdés, és ez fogja meghatározni azt, hogy bekövetkezhet-e a kormányváltás után egy rendszerváltás. Először nyilván rendszerkorrekció lesz, és aztán következik be egy rendszerváltás. Én azon az oldalon állok, aki azt mondja, hogy ígérjen a Fideszen kívüli világ. Én nem is nagyon szeretem az ellenzék szót használni, mert ha a kormányra kerül, akkor majdnem ellenzék lesz. Fideszen kívüli világ képes lesz-e arra, hogy egy morális és szakmai kormányzást valósítson meg. Ha ezt megteszi, akkor a rendszer, amelyet fölépítettek, az nem olyan erős, hogy az kibírjon minden olyan intézkedést, amelyet akár kétharmada nélkül is meg tud hozni egy kellően elszánt miniszterelnökből és kellően elszánt kormányból, tagokból álló kormány és a mögötte lévő apparátus. Ne legyen senkinek kételje afelől, hogy a jelenlegi apparátusban nagyon sok politikai kinevezett van. De még a politikai kinevezettek között is lesznek olyanok, akik megkönnyebbülésként fogják megélni azt, hogy nem ostoba politikai utasításokat kell végrehajtani, hanem lehet észszerűen, normálisan kormányozni. Nekem tehát az első helyen a kormányváltás szerepel, és csak a kormányváltás révén valósítható meg a rendszer megváltoztatása, de meg kell változtatni a rendszert, mert a rendszerben pillanatnyilag vannak olyan szereplők, akikkel a hitelesség bizony komoly hiányokat mutat. Tehát akkor jól értem, hogy az ellenzékváltásnak nincsen szerepe ebben. Tehát nincs ilyesmire nincs szükség. A ellenzékváltás számomra értelmezhetetlen, hiszen hogyha a jelenlegi ellenzék, a jelenlegi Fideszen kívüli világ kerül kormányra, akkor ők kormányon lesznek, és nem ellenzékben. Azt a forgatókönyvet, amelyben azt mondanánk, hogy most Magyarországon csinálunk egy cezúrát, mindenki, aki eddig benne volt a politikában, az elmegy a Ortobágyra, nehogy valaki azt mondja, hogy ilyet gondolnék, és jönnek majd a tiszták újak, és a minden tekintetben grállovagok, az téved. A politikában van egy kontinuitás, ezt a kontinuitást drasztikusan megszakítani, csak forradalmi körülmények között lehet. Én óvnék attól, hogy valaki vért szeressen látni Magyarországon. Ugye a első kérdés úgy hangzott, hogy lehet-e kormányt váltani ellenzékváltás, vagy ellenzéki megújulás nélkül? Mint határozottan nem a válaszom. Márpedig azért nem, mert azt látjuk, tudjuk és tapasztaljuk számos önkormányzatban, országos szinten, hogy itt azért ezek a csápok mélyen azért összefonódnak. Tehát az a hatalmi struktúra, ami az elmúlt 30 évben megképződött, aminek Tóth Csaba ugyanannyira integráns része, mint Rogán Antal. Tehát, hogy ne tegyük úgy, mintha ezek különálló, egymástól függetlenül mozgó politikai tényezők lennének. Én azt gondolom, hogy az ellenzék a nulladik, tehát nem jutottuk el a nulladik lépésig, mert a nulladik lépés az lett volna, 2018 után van valamiféle megtisztulás, egy őszinte szembenézés, hogy az ellenzék mit rontott el,
és ebből lesz valami diagnózis, és levonjuk a tanulságukat. De ez nem történt meg. Ezzel adós maradt az ellenzék. Ezt a házi feladatot nem végeztük, vagy végezték el. Az ellenzéki összefogással gyakorlatilag ezt a munkát, ezt az őszinte szembenézést és a tanulságok levonását akarja megspórolni a mostani politikai elit, az ellenzéki politikai elit, amely azt mondja, hogy anélkül, hogy valóban azokat a szereplőket kiiktatnák a rendszerbe, amik gátjai a valódi kormányváltásnak, próbáljuk meg rátolni a felelősségét, az egészet, próbáljuk levinni ezt egy választójogi technikai kérdésre, és megspórolni a valódi házi feladatot, megszabadulni azoktól az emberektől, akik gátjai kormányváltásnak, előállni hiteles új jelöltekkel. Én nagyon örültem Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi győzelmének, az a baj, hogy nincs 105 Márki-Zay Péter még az országban, amit én fájlalok. De hogyha lenne, annál is komolyabb probléma, hogy ezek az emberek egyet a startvonalig eljutnának el mostani rendszerben. Orbán Viktor felépített egy olyan választójogi rendszert, amely méltán és joggal ostorozott, antidemokratikus, mindenfelé lejt a pálya. Az ellenzéki előválasztással lehetősége lett volna az ellenzéknek megmutatni, hogy na hogy néz ki egy valódi, igazságos, demokratikus, teljesítmény alapú rendszer. És az az igazság, hogy ezt az egyetlen egy politikai innovációját az ellenzéknek, ami a ciklus megvalósult, ezt is sikerült besározni, sárba rántani. Egyfordulós választás, hogy tudjuk, ezt a DK erőszakolta ki. És azt nem a Fidesz mondja, a Válasz Online-on el lehet olvasni az erőszó cikket. Világosan, kikeszthetetlen, ahol le van vezetve. A DK volt az, aki elintézte, hogy egyfordulós legyen az ellenzéki előválasztás. Egészen addig a pontig az ellenzéknek a legnagyobb kritikája pont az volt, hogy azért antidemokratikus a mostani választógi rendszer, mert hogy egyfordulós nem ad esélyt helyben megméretni ugye a jelöltek. És hogyha az ellenzékből nem volt képes arra, hogy demokratikusabb, tisztességesebb választási rendszert csináljon meg házon belül, saját maga, tabularázza, minden szabályt ők alkottak meg, minden lehetőség meg volt rá, akkor miért várjuk azt, hogy kormányra kerülve bármilyen más rendszert csinálnak? És ezen túlmenően nekem komoly problémám és fenntartásom van azzal, amikor így megy az ötletelés, hogy mindent félre kell tenni, Orbán Viktort el kell kergetni, és esélyt kell adni az ellenzéknek, és majd meglátjuk, hogy mire képesek. Én azt gondolom, hogy az ellenzék már megmutatta ellenzékből, hogy mire képes. Ezt szoktuk felejteni, hogy a Orbán Viktor rendszere nem 2010-ben lett korrupt. Az, hogy ő 2010-től ilyenfajta, hogy a Péter fogalmazott, itt a kelet-nyugat körüli párfordulás, az alapvető értékek felrúgása, a keresztényi konzervatív köntösnek a ledobása, vagy lecserélése. Ennek már 2008-9-ben megvoltak a jelei. Azt nem gondoltuk, hogy ennyire durván és ennyire gátlástalanul fog megvalósulni. Ennek a jelei már látszottak. Alapvetően két dologból az egyik. Az egy a tábor, egy a zászló. Orbán Viktor kijelentette, hogy nincs élet az ő jobboldali akkor ellenzéki táboron belül, most 2015-ről beszélek, mindenki vagy az ő zászlaja alá csoportosul, vagy különben ügynök, vagy hazaárló, vagy futóbolond, vagy hasznos idióta, vagy bomlasztó. Nem ugyanezt a logikát halljuk most az ellenzéki oldalon? Nem ugyanezek a rigmusok, meg Facebook kommentek jönnek? Egy a tábor, egy a zászló, nincs harmadik út, ez az egy út van, aki demokrata, az beáll, aki meg nem áll meg, az nem demokrata. Nyert a Fidesz 10-ben. És hát, na de mi következett a győzelemből? Igen, nyert a Fidesz 10-ben. Mi következett a győzelemből? Egy olyan kormányzat is következett, ami alapvetően a kirekesztést, alapvetően a nemzethez tartozást összemosta a párt hűséggel, és ennek a levét isszuk a mai napig. És a kérdés szerintem úgy érdemes feltenni, hogy Robi utalt, hogy érdemes-e csak kormányt váltani, hogyha nem tudunk rendszert váltani. És nem csak nem tudunk rendszer, most nem arról beszélünk, hogy sikerül vagy nem, hanem akkor azt látjuk, az alapvető politikai szándék hiányzik. Ígéret szintjén is hiányzik erről. És még egy fontos dolog zárásként. Itt az egy a tábor, egy a zászló mellett, ami én azt gondolom, hogy egymás között vagyunk, vagy nem, mert itt vannak, akik követnek minket, de hát mégiscsak úgy vagyunk felvezetve, vagy moderálva, mint alapvetően inkább
konzervatív, alapvetően jobboldali ellenzéki képviselők, vagy közéleti szereplők, azért ezen a táboron belül én azt gondolom, hogy az egy a tábor, egy a zászló ügye mellett, amint látszik, hogy a Fidesz hogyan darált le 2010 előtt, meg látjuk, hogyan végez most a baloldal. A másik, amit mi kívülről látunk, az, hogy hogyan gyártanak le ellenségképeket, és hogyan épül mesterséges megosztásra, társadalmi hisztériára politika. És azt láttuk, hogy ezt annyira megtetszett az íze a Fidesznek ennek a politikának, hogy utána nem tudott már ehhez a gyümölcshöz nyúlni. És ami számomra különösen aggasztó, hogyha ugyanezeket a jeleket látjuk, akkor miért gondoljuk azt, hogy hatalomra kerülve bármilyen szempontból más minőségű kormányzat, és nem csak a Tóth Csabákról van szó, hát ki az, aki Ceglédi Csabától várja azt, hogy az uniós pénzek tisztességesen és átlátható, és hatékonyan ne legyenek költve. Létezik ilyen, aki ezt komolyan gondolja? És amikor feltesszük azt a kérdést, és ezzel zárom le ezt a gondolatmenetet, hogy a hatpárti győzelm, a jótpárti ellenzék győzelmének az esetén hozzá demokratikusabb, tisztességes rendszert, akkor az én félelmem erre az, hogy pontosan annyival lesz tisztább és demokratikusabb ez a kormányzás, mint amennyivel tisztességesebb a mostani előválasztás. És azt a kérdést nem teszed föl, hogy miben gondolod, hogy Márki-Zay Péter vagy én tisztességesebben fogunk működni abban a rendszerben? Vagy miből gondolod azt, hogy az a 28 képviselőjelölt, akit mi megjelöltünk, vagy az a 20-valahány képviselőjelölt, amit Péterék megjelöltek, gátat fog vetni annak, hogy ne valósuljon meg a nem csak az, hogy egy a tábor, egy a zászló, hanem egy ember mondja meg, hogy mi legyen. Én nekem nincsen semmi okom rosszat feltételezni, sőt csak jót. Mind az Új Világ Néppárt, mind a Mindenki Magyarországért mozgalma által képviselőjelöltekről nincs semmilyen okom azt feltételezni, hogy ne lennének őszintén ennek a gondolatnak a hívei, és nincs okom feltételezni azt, hogy ne tennének meg mindent, hogyha mandátum az jutnak ezért a gondolatért. Nekem az alapvető probléma abból van, hogy én attól félek, hogy el sem fognak jutni odáig, hogy mandátumot szereznek, mert egész egyszerűen ez a hatpárti ellenzék a puszta hatalmi logikán és a saját pártkáder elfektetésén kívül semmiféle más elvet nem követ. Ahogy a Péter mondta, itt nem, vagy sugaltad, itt nem a kormányváltás sokak számára az elsődleges cél, hanem a túlélés és az ellenzéken belül a vezetőszerep kivívása. Én attól félek, hogy a legjobb szándék ellenére egyszerűen a professzor úr nem fognak odáig eljutni a jelöltjeitek, hogy mandátumhoz jussanak, és ezt cáfolj meg, hogyha rosszul gondolom. Én azt gondolom, hogy az a hozzáállás, hogy ezek a pártok felétek viszonyultak, amennyire szélesre nyitották, vagy pontosabban nem nyitották az együttműködés és a közös együttgondolkodás ajtajait kormányváltás érdekében, az már előre jelzi azt, hogyha ezeknek az embereknek, akik a mandátumhoz jutnak is, és Isten adja, frakciót alakítanak, vajon mennyire lesz érdekérvényesítő képességük egy ilyen könyörtelen, a Fideszével semmilyen módon el nem térő, könyörtelen hatalmi logikát érvényesítő politikai táboron belül, én azt gondolom, hogy nagyon kevés. Köszönöm. Nos, tehát ellenzékváltás és vagy kormányváltás kérdése. 2018-ban rendkívül sokat küzdöttünk azért, hogy Hódműzővásárhelyen, ha már egyszer megmutattuk, hogy lehet összefogással nyerni, hogy ebből ne a Fidesz tanuljon. Egyébként sokan nem emlékeznek rá, de 2018. február 25-én Hódműzővásárhelyen, amikor győztünk, Lázár János másnap csinált magának Facebook profilt. Addig nem volt neki. A Fidesz egyáltalán nem használta a közösségi médiát. Hódműzővásárhelyen mutattuk meg először, hogy közösségi médiával megverhető a Fidesz. Április 8-ára a Fidesznek egy sokmilliós közösségi média csapata volt, hatalmas kampányt nyomtak, és azóta is pénzben, eszközökben, tudásban most már uralják a közösségi médiát. Ez is Hódműzővásárhely tanúsága volt a Fidesz számára, nem az ellenzék számára. Az ellenzéknek egy nagyon fontos tanúság lett volna, hogy elkezdhettek volna visszalépni egymás javára, és soha nem lett volna kétharmada a Fidesznek.
Még volt néhány apróság, mint a migráns számláló, hogy ha azt rakták volna ki 3000 plakátra, akkor valószínűleg 50%-ot se kapott volna a Fidesz. Azok az emberek, akiket meghülyítettek azzal, hogy az ellenzék akarja a migránsokat behozni, szembesültek volna, hogy kizárólag a Fidesz hozza be a migránsokat. Tehát, hogyha esze lett volna az ellenzéknek, akkor természetesen a Fidesznek nem 12 éve lenne hatalma, meg jövőre semmi esélye nem lenne. Tehát az ellenzéknek azt gondolom, hogy elsősorban ez hiányzik. Ilyen értelemben kell egy ellenzékváltás, hát persze, hát az az ellenzék, aki 12 év alatt nem tudta legyőzni a Fideszt, azt miért tudná most jövőre legyőzni? De az ellenzékváltás, amit egyébként én kifejeztem 2-3 héttel a választások után Budapesten volt a Szabadsajt úton egy nagy tüntetés. És én voltam az egyik meghívott szolnok, és ott elmondtam, hogy hát sajnálatomra a Fideszt nem tudtuk leváltani, de legalább az ellenzéket leváltottuk. Tehát, hogy azt az alkalmatlan ellenzéket, aki nem bírja leváltani a Fideszt, és nem hajlandó még a saját győzelme érdekében sem visszalépni. Ugye ott például a Jobbik volt az a párt, amely nem volt hajlandó sehol visszalépni, pedig kimutathatóan a Jobbiknak, és akkor még János abban a pártban ült, 13-mal több mandátuma lehetett volna, hogyha hajlandó néhány helyen visszalépni, aki a saját érdekében sem teszi ezt meg. Mit lehet attól várni? Tehát kell egy ellenzékváltás. Na most a jó hírem az az, hogy ez az ellenzékváltás, ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek eltűnjenek a politikából, hanem lehetőleg inkább változzanak meg. Van néhány, akinek nem árt, ha eltűnne természetesen. És nagy segítség lenne nekik. Tehát, hogy azért mégis változott az ellenzék, például most hajlandóak összefogni. Ez a jó hír. Hát a rossz hír az, hogy ezt nem azért tették, mert annyira belátóak és bölcsek lennének, sőt még azért sem, mert a Fidesz ezt megengedi nekik, hiszen a Fidesz folyamatosan kommunikálta velük. Ezt most már elég sokat beszélgetek ellenzéki politikusokkal, és ilyen kulisszatitkok számomra kiderülnek, hogy természetesen az ellenzéki pártokban mindenütt megvannak a Fidesz emberei, ezt tudtuk eddig is, és hogy ezek azt az utasítást kapták 18-ban, hogy nem szabad visszalépni. Kampányoljatok, erőlködjetek, de visszalépni nem szabad. Azt mondták, jó, igen. És ez azóta is így működik, ezek az ellenzéki pártok. Orbán Viktor mit változtatott azonnal 2018-ban, amikor én elmondtam a beszédet, hogy leváltottuk az ellenzéket, mit csinált Orbán Viktor? Kitömte az ellenzéket milliárdokkal. Körülbelül 10 milliárd forintra fölemelte az ellenzéki pártoknak a párt támogatását évente. Mert ő nem akarta, hogy leváltsuk ezt az ellenzéket. Mire jó az, hogyha a Jobbik 2,7 milliárdot kap évente, de még a legkisebb pártok is, mint a DK meg az LMP 1 milliárdot kapnak évente? Az, hogy őket marha könnyű zsarolni. Nagyon egyszerű lehet azt mondani, hogy gyerekek, ha rosszul viselkedtek, hogyha bántjátok Orbán Viktor családját, hogyha elmondjátok, hogy ki hozza be a migránsokat, hogyha tovább nyomjátok a Szájer kérdést, hogyha eláruljátok, hogy a 60 év fölöttieket a világon sehol nem oltották Sinopharm vakcinával, csak Magyarországon, hogy még Szenegál is fele annyit vette a Sinopharm vakcinát, mint Szijjártó Péter, akkor nem fogtok kapni pártámogatást, akkor rátok uszítjuk az ázt, akkor nyilvánosságra hozunk néhány kellemetlen felvételt. Tehát gyakorlatilag a Fidesz tudja zsarolni az ellenzéket. Erről szól. Ezt mégiscsak sikerült annyiban megtörni, hogy itt van Jakab Péter, aki például elég durván neki megy Orbán Viktornak, ami egy üde változás ahhoz képest, hogy eddig az ellenzék nem merte támadni igazán. Negatív kampány például. Ez egy dolog, ami egészen biztosan tilos lehet az ellenzéknek, mert hiába könyörgök nekik, nem csinálják. Tehát biztos vagyok benne, hogy a Fidesz kiadta nekik, hogy azt nem lehet. Miért? Orbán Viktor hogyan győzte el Gyurcsány kormányt, az MSZP-t? 4 éve ment a luxus kommunista, limuzin szocialista, luxus baloldal, és a többi, és a, igaz? 4 éven keresztül gyalázták azt a kormányt mindenféle negatív propagandával. Az ellenzék miért nem csinálja ezt? Hát nem azért, mert nem működik. Letesztelték több körzetben. Falvakat beszórtak. Ez most történt idén. Nem akarom mondani, hogy melyik politikus csinálta, tehát ellenzéki politikus, van pénze, van pártja, tudja, hogy mit csinál, letesztelte, iszonyatosan működik. Negatív propagandával beszórtak néhány út, lemérték a párt preferenciákat előtte és utána, ezek az emberek fölázottak a Fidesz ellen. Lehet kétharmaddal győzni. Le lehet győzni kétharmaddal a Fideszt. Például a negatív propagandát kell mondani, abban az értelemben nem negatív, hogy teljesen igaz dolgokat kellene elmondani az embereknek, amiről nem tudnak. Hogy az egész világ 195 országából a legtöbb halott Magyarországon volt. Hogy Orbán Viktor, aki azt mondta, hogy egyetlen mércéje a védekezésnek az a halottak száma, ebben az egy mércében az egész világon a legrosszabbul teljesített. Nem 194. lett, 195. És erről még az ellenzéki szavazók jelentős része sem tud. Végzi az ellenzék a dolgát? Ha végezni, akkor lenne negatív kampány? Hát persze, hogy lenne. Hát milyen dolog az, hogyha azt is el kell mondani, hogy mi mit szeretnénk, abban se vagyunk kellően jó, de azért azt is el kellene mondani, hogy gyerekek, a szemetek előtt lopják ki a nemzeti vagyont.
hogy milyen nemzeti érdek, egy deka nemzeti érdeket mutasson föl nekem valaki a Fudan Egyetemben vagy a kínai vasútba. Nem beszélve a lélegeztetőgépekről, meg a vakcináról. Hogy ezt az ellenzék miért nem mondhatja el az ellenzéki szavazóknak? Miért nem szórjuk be minden héten szórólappal Békés Sámsont, meg mit tudom, Szőlégetet, meg Csajáröcsögét? Miért nem csinálják? Tehát igen, kell ellenzékváltás, nagyon sokat dolgozunk rajta. Hódműzővásárhelyen azért azt megmutattuk, hogy lehet győzni. Nem tanult ebből az ellenzék, de én nem adtam föl. Tehát továbbra is minden nap, ma is Karácsony Gergővel voltunk közösen egy önkormányzati szövetségi találkozón. Újra és újra mindig elmondom neki, hogy légy szíves, ebbe segíts, ezt csináljátok, többieket is, és a többi. Amikor találkozom, két héttel ezelőtt Varjú Lászlóval találkoztam, őt is győzködöm. Tudjuk, hogy mik azok a tényezők, amivel a Fidesz legyőzhető, könyörgök nekik, hogy csinálják. Ugyanúgy, ahogy 2018 áprilisát, márciusát végig könyörögtem nekik. Tudjuk, igen, intellektuálisan nem egy nagy feladvány Fidesz legyőzni. Annak ellenére, hogy Orbán valóban nagyon nagy hatalomtechnikus, és fölépített egy olyan rendszert, hogy ő soha ne lehessen leváltható. Na de hát akkor legyünk mi is okosak. Hát nem csak a tolvajok okosak, a tisztességes emberek is lehetnek okosak, míg Jézus Krisztus is megmondta. Legyetek szerintek, de legyetek rabaszok is, okosak is. Hát akkor legyünk okosak. Le lehet győzni a Fideszt. Kultúraváltásra van szükség elsősorban. Én azt gondolom, hogy most a technikai kérdésekről beszéltem eddig. Tehát legyőzhető a Fidesz, választáson is legyőzhető. Bocsánat, néhány dolgot azért még csak hozzáteszek. Például óriási különbség lesz a között, hogy öt jelen pillanatban, mert a Fidesz megváltoztatja, de olyan nagyon nem tudja csavarni, öt név szerepel egy listáról a listás szavazólapon. Tehát amikor önök itt mind remélem, hol a jövő évben, márciusban, áprilisban pontosabban el fognak menni országgyűlési választásra. Választanak egy egyéni jelöltet, én reményem szerint az összefogott ellenzék közös jelöltjére fognak szavazni. És fognak szavazni egy listára, és ezen a listán az ellenzéki pártok egy közös listája lesz. Nyilván több szavazatot kapna ez a közös lista, hogyha nem a hat párt neve lenne ott, vagy reményeink szerint hét párt neve lenne ott, hanem egy új összefogott ellenzéknek a neve. Rendben van, pártok megtartották a saját nevüket, oké. Öt név szerepel rajta. Mit gondolnak, mi lesz a különbség, ha Gyurcsány Ferenc neve szerepel az öt névben, és mi lesz, ha nem? Hány százalék lesz a különbség? Nem tudjuk, de én 5 és 10 közé tagsálom. Jó? Tehát ha Gyurcsány Ferenc ragaszkodik hozzá, hogy az ő neve szerepeljen az öt között, akkor Orbán Viktor marad. Találják ki, hogy Gyurcsány Ferenc ragaszkodik-e hozzá, hogy az ő neve szerepeljen a listán. Jó? Tehát gyakorlatilag van olyan, aki tényleg nem tesz meg mindent azért, hogy győzünk, de így szép, innen szép nyerni, innen szép nyerni. Jó? Tehát én könyörgök, mindenkivel tárgyalok, MSZP-vel, DK-val, jobboldal, baloldal, 20. század, 21. század, győzzük le ezt a rendszert. Ennek a hazának a létkérdése az, hogy ez a tolvaj pártállami rendszer, ami most itt van, és ami Magyarországot az Európai Unió utolsó előtti helyére repítette, élhetőség, életszínvonal, egyfőjutó fogyasztás, és hát sajnos korrupció tekintetében már egy kicsit előrébb jutottak, ott a legutolsó helyen vagyunk volt verseny. Ha őket nem váltjuk le bármi áron, bárkivel összefogva, akkor önök, kellene fiatalok, vagy az én gyerekeim, nem nagyon fognak itt élni. De tovább megyek, Orbán Viktor által fennen hangoztatott nemzeti érdekek határon túli magyarok. A magyarságot 100 éven keresztül, Trianon óta 100 év alatt egy valami tartotta meg a Kárpát-medencében, Erdélyben, Csíkszeredán, Szabadkán, Zentán, Dunaszerdahelyen és a többi, az, hogy büszkék voltak arra, hogy ők magyarok, hogy nem voltak hajlandóak beolvadni. Ott van rengeteg vegyes házasság, ott van egy szlovák-magyar vegyes házasság, az a magyar fiú vagy magyar kislány, az büszke volt arra, hogy magyar, és bár minden amellett szólt, hogy mennyivel jobb lesz a gyereknek, ha a szlovák iskolába jár, hogyha a szlovákul beszélnek már otthon is, hogy inkább azt szokja meg, hiszen akkor tud a gyermek érvényesülni. Ő iszonyatosan büszke volt arra, hogy ő magyar. És ő tanította a gyerekét és megtartotta magyarnak. Romániában, Szerbiában ugyanez a helyzet, az ott élő magyarokkal. Mit vett Orbán Viktor a magyarságtól? Azzal, hogy mi lett Európa legtolvajabb népe, azt a büszkeséget vette el, ami megtartotta a magyarokat a Kárpát-medencében. Hogy ezek után, amikor mindig azt a példát szoktam mondani, amikor a Retizádban túráztunk egy ottani Levente nevű magyar sráccal, ő volt a túravezetőnk. Neki román a felesége, ugye ahol Szolványban élnek a magyarok, természetes, hogy beleszeret a 98%-nyi román
valamelyik képviselőjébe, és ők gondolkoztak azon az életüket, amikor elrendezik. Egy román-magyar vegyes házasságról tessék gondolkodni. Jó, tehát itt nem arról van szó, hogy büszke magyar vagy nem, román kislányt elvett. Nyilvánvalóan elfogadja a románságot, a felesége román, mint Orozkai Lászlónak zárójelbe jegyzem meg. Tehát ő elfogadja a románságot, és azon gondolkozik, hogy ő hova költöztesse a családját, hol fog állást kapni, hol fog dolgozni, hol fogják szeretettel befogadni mind a kettőjüket. A román kislányt és a magyar fiú. Bukarestben vagy Budapesten. Orbán Viktor mai politikája azt eredményezi, hogy Levente Bukarestben fog kikötni. Magasabb lesz a fizetés, nem fogják bántani azért, hogy magyar. Igaz? És egy fejlettebb, magasabb fogyasztású, kevésbé korrupt országban fog élni. Ha Budapestre jön, hamarosan alacsonyabb lesz a fizetés, mint Romániában, ez nagyon sok területen már most is így van. Nagyobb lesz a korrupció, és még gyűlölködnek is, és a feleségét majd megszólják, hogy román. Levente úgy fog dönteni, hogy Bukarestbe akar menni. A magyarságnak, ami 100 éven keresztül olvadó magyarságot sikerült megtartani, Orbán Viktor ennyivel betesz. Az a politika, amit ő csinál, az a magyarságot teszi tönkre, az bennünket tesz tönkre, a mi gyerekeinket, a mi hazánkat, a mi nemzetünket teszi tönkre. Ez a tét. Jó, hát ezek a negatívumok, de mondok pozitívumot is önöknek. Nyilván sok minden egyetértve, ami már elhangzott. Majd az az egyharmad fogja eldönteni, aki nem elkötelezett ellenzék és nem elkötelezett fideszes, nekünk ezt az egyharmadot kell megnyerni. Hogyan lehet megnyerni ezt az egyharmadot? Összefogás kell, szükséges, óhatatlan szükséges, matematika, logika. De azért mi építkezünk. Akkor is építkezünk, hogyha most elindulni az összefogott ellenzékkel szembe felesleges, káros. Tudjuk, hogy 2022. áprilisában, amikor választás lesz, egyetlen egy körzetben sem fog senki más nyerni. Csak vagy a Fidesz, vagy az összefogott ellenzék. A 6-7 párti összefogott ellenzék. Nincs. Hiába indul el Bencsik János vagy bárki, aki nem a 6 párt támogatásával indul, jó, ha 5%-ot fog szerezni. 51% kell ahhoz, hogy győzzön. Semmi esélye nincs. Ahhoz, hogy a Mi Hazánk, Kétfarkú Kutya párt, akár a Polgári Válasz, bárki megugorja az 5%-os küszöböt. Milyen esélyek vannak? A jelenlegi felmérések szerint szintén nulla. Tehát listán sem fog bejuttatni senki. Akkor valaki, aki most elindul az összefogott ellenzék ellen, az összefogott ellenzéknek konkurenciát teremt, akár a Kétfarkú Kutyák is, ha elindulnak az ellenzékkel szemben, és szavazatot vesznek el az ellenzéktől, a Fideszt fogják hatalomban tartani, anélkül, hogy nekik egy centi esélyük lenne arra, hogy akár listás, akár egyéni képviselő legyen a parlamentben. Ez puszta matematika. Akkor adjuk föl, akkor nem akarjuk képviselni az értékeinket, akkor beállunk a Tóth Csaba, Ceglédi Csaba, stb. Koalícióba? Nem. Azt gondolom, hogy mi küzdünk. Mi az értékekért küzdünk. Hódműzővásárhely egyenlőre, nem az egyetlen olyan város egyébként, megjegyzem, három vagyunk összesen. Tehát három, a 80 ellenzéki településből kb. 3 van, ahol volt elszámoltatás. Hódműzővásárhely Lázár János az ellopott kastélyút után 22 millió forintot fizetett eddig, és az ellopott kastélyút ma is önkormányzati tulajdonban van. Igaz, Lázár János kastélyának kerítésén belül, de rendesen fizet érte. Ez az önkormányzat érdeke. Nálunk volt elszámoltatás, mi nyilvánosságra hoztuk az összes föltárt fideszes biztonságot. Vásárhely azért nem fog többet a fideszesekre szavazni, mert tolvajok. És ezt mindenki tudja, a fideszesek is tudják, hogy tolvajok. Mert nagyon kellemetlen. Tényleg, annyira szomorú vagyok, ők mondják, hogy mi gyűlölködünk, mi csak az igazságot hoztuk nyilvánosságra. Ha ezt nem teszi meg az ellenzék az egész országban mindenhol, akkor persze, hogy a Fideszre is fognak szavazni. Sokan, és nem lehet győzni. De én tovább megyek. Amikor valaki azt mondja, én is ezt mondtam egyébként a Jobbiknak 2018-ban, teli plakátolták az országot, 3200 vagy 3000 óriás plakátjuk volt, és telirakták az országot azzal, hogy ti dolgoztok, ők lopnak. Ehelyett mondtam én, hogy a migráns számlálóval kellett volna teleplakátolni, de oké. Mondtam nekik azt is, hogy mondom, azt raktátok ki, hogy ők lopnak. Ezt mindenki tudja, ezt a fideszesek is tudják, ez annyira közhely, hogy mindenki tudja, hogy a Fidesz lop. Csak azok az emberek, akik még a Fideszre szavaznak, azok azt mondják, hogy ti is lopnátok. Azt bizonyítsátok be nekik, hogy ti tisztességesebbek vagytok. Egy olyan alternatívát állítsatok, egy hitles alternatívát, amire hajlandóak lesznek szavazni. Amikor én bejelentettem édesanyámnak 2017. decemberében, hogy el fogok indulni jelöltként, és beszélgettünk, édesanyám addig a Fideszre szavazott, és még ezen a beszélgetésen is azt mondta, jó, de hát ha nem a Fidesz, akkor kire? Ez volt a kérdés. Hogyha nem a Fidesz, akkor kire? Ugye én tudtam azt mondani, hogy rám, édesanyám, rám. De
A legtöbb körzetben, ahogy János elmondta, nem, nincs ilyen alternatíva. Mi ez az alternatíva? Megnézik az ellenzéki településeket. Egy ellenzéki polgármester panaszolja nekem, hogy viták vannak a testületben, mert az egyik talán alpolgármestere is a saját haverjának akarja az útépítést adni, meg ő neki van egy ismerőse, ő meg annak akarná adni, és tanácsomat kérte. Mondta, polgármester úr, arra nem gondoltatok, hogy egy nyílt pályázaton, aki a jobb ajánlatot adja, az építse az utat? Tényleg. Ugye? De ez miért nem jut eszébe a legtöbb ellenzéki önkormányzatnak? Nálunk a fideszesek is nyernek pályázatokat. Rendszeresen. Innen lehet tudni, hogy nem lopok. Ugyanis nincs olyan Isten, hogy egy nyílt, szabad pályázaton soha nem nyer fideszes. Egy ellenzéki településen. Ott valami disznóság van. Igaz? Mint ahogy mi is tudjuk azt, hogy a Fidesz hogy nyert állandóan pályázatokat, meghívásos volt a pályázat, három résztvevő volt egy építőipari munkán, ugyanannak a tulajdonosnak az egyik cége, a másik cége és egy vendéglátós, egy kocsmáros. Ezek jelentkeztek egy építőipari munkára. Hát nem kell mondjam, hogy nem volt nehéz nyerni, ráadásul szövegszerű egyezések voltak a három beadott papírban, csak az árakat cserélték ki. Addig, amíg mi ezen nem változtatunk, amíg nem lesz minden egy nyílt pályázat, és az nyer, aki az önkormányzat számára a legjobb ajánlatot adja be. Nyílt versenyben, bárki beadhatja, Lázár Jánosnak az unoka testvérének az élettársa, aki korábban is a kamera rendszerünket működtette, most is működteti. Csak most 30%-kal olcsóbb ajánlattal nyert. Hoppá! Nem kellett 30%-ot leadni senkinek. Amikor újonnan építettünk, most 6 új kamerát helyeztünk el, korábban kameránkénti átlagár 2,7 millió volt vásárhelyen, ez különben magyar rekord szerintem. Kameránként 2,7 millió építette rá a Rádosnak a rokona a biztonsági kamerarendszer. Most 6 kamerát helyeztünk el a város szélén, ahol nincs biztonság és ahol kell, összesen 2,4 millió forintért. A 6 kamera is kevesebbe került, mint annak idején egy. Jó, de nem sorolom, tehát azt gondolom, hogy mi egy kultúrát mutatunk, egy más alternatívát mutatunk, egy hiteles alternatívát mutatunk, és ez még az ellenzék számára is kellemetlen, mert előbb-utóbb nekik is ennek a kultúrának kell megfelelni. Nekik is ez lesz a mérce, önök miatt, miattatok, hogyha ti ezt várjátok el tőle, hogyha nem fogadjátok el, semmi kevesebbet nem fogadtok el, mint tisztességes, becsületes politikus. Ezt tegyétek a jövőben is. Köszönöm. Péter, reagálok. Itt mondtál egy hosszú kampánybeszédet, a kérdésre nem nagyon válaszoltál, arra nevezetesen, hogy ellenzékváltás nélkül lehet-e változás. A jelenleg, és még egyszer elmondom, szerintem a sorrend az, hogy kormányváltás, és a 2022-es választásokon föl kell mutatni azokat a hiteles embereket, akik mindazokban a kérdésekben, amiket elmondtál, és nyilván ezek helyi ügyek, mindezekben a kérdésekben országos szinten is egy becsületes és szakszerű kormányzást képesek megvalósítani. De abban a kérdésben, hogy 2022-ben be kell lépni ebbe a valamibe, ezt én úgy válaszolom meg, hogy 2022-ben be kell lépni ebbe a valamibe ahhoz, hogy 2022 után, és lehet, hogy ez csak 2026-ban fog teljes mértékben bekövetkezzen a változás. Azt gondolom, hogy ebben nagyjából egyetértünk. Tökéletesen egyetértünk. Én annyiban árnyaltam a kettőtök párbeszédét, hogy János ugye azt mondta, hogy előbb ellenzéket kell váltani, én elmondtam azt gondolom világosan, hogy az nem megy. Matematikailag nem megy, ez a szomorú helyzet. Tehát lehet kuruckodni, lehet lázadni, Orbán örökké maradni fog. Tehát az nem megy. A másik, a te általad elmondatokkal tökéletesen egyetértek, de én azt a reményt igyekeztem fölcsillantani, hogy mi ezáltal mégiscsak ellenzéket váltunk. Egy előválasztáson, hogyha Tóth Csabát, és erre kérek mindenkit, 14. kerületben Tóth Csabát ne szavazzák meg. Vas egyben azt kérem, Ceglédi Csabát ne szavazzák meg. És az összes többi kerületben menjenek el minél nagyobb számban. Mindenki vegyen részt az ellenzéki előválasztáson, menjenek el és szavazzanak a tisztességes, hiteles jelöltekre. Ez az egy feladatuk van most. Ez az ellenzéki előválasztásnak a lényege. Azt persze én is háborgok azon, hogy úgy alakították, hogy egyfordulós legyen, én is háborgok azon, hogy mindent megtesznek azért, hogy teljesen erkölcsileg vállalhatatlan emberek is legyenek az ellenzékben. Küzdeni fogunk, de tudomásul veszük a Fidesz által állított csapdát, nem vagyunk hajlandóak belesétálni még egyszer, túl sokat jártunk már benne.
és igenis összefogással, egy listával, egy jelölttel fogunk indulni közös programmal, akkor is, hogyha nem értünk benne minden egyet. Csak hogy a pártalkuknak a fényében egyre kevésbé lehet komolyan venni ezt az előválasztást, mint demokratikus innovációt. Sajnos. Úgy tűnik, hogy a pártok, amelyek részt vesznek az előválasztásban, illetve amelyek diktálják ennek a feltételeit, azok nem érdekeltek abban, hogy körzetről körzetre az emberek döntsenek arról, hogy ki hívja ki a Fidesz jelöltjét, hanem azt ők maguk szeretnék eldönteni, és a pártalkuknak a keretében, hogy az emberekre, az előválasztás intézményére már ne nehezedjen semmiféle jelentőség. Az imént a Pálinkás József úgy fogalmazott, hogy az ellenzékváltás az ő számára értelmezhetetlen. Hát most már az én számomra is értelmezhetetlen. Nem azért, amit a Pálinkás József mondott, hanem azért, mert itt az MSZP, amelyiket legfrissebben 1%-ra mértek, a LMP, amelyik 1% alatt van, a Párbeszéd, amelyiknek talán soha nem volt meg az 1%-a, ezek nagyjából 10%-os erőt fognak reprezentálni a következő választás követően. 20, akkor 100%-nál nagyobb lesz. Gyakorlatilag nem lehet, de hogy minden esetre itt van egy aránytalanság, itt van egy nagyfokú aránytalanság. 1%-os pártok, megszűnt a választási küszöb, gyakorlatilag az 5%-os küszöb intézménye az megsemmisült, és a helyére lépett a Molnár Zsoltnak a Notesza. Na most ebbe a Notesba kell bekerülni ahhoz, hogy jelölt legyél, ebbe a Notesba kell bekerülni ahhoz, hogy föl tudjál kerülni a listára, megfelelő helyre tudjál kerülni. Ez a pártalkuk során, és főleg Molnár Zsolt döntésének a viszonylatában dől el. Na most akkor ennek a fényében, látva azt, hogy a választás, fideszes választási törvénnyel szemben az volt a legfőbb vád, hogy hát aránytalanságot eredményez. 40%-os szavazat arányjal a Fidesz kétharmaddal tudja vezetni Magyarországot. Ez így nem korrekt. Akkor ehhez képest itt van az előválasztás, amelyen egy 1%-os erő, vagy egy 1% alatti erő az a saját erejének, a saját támogatottságának a sokszorosát tudja a népképviselet mezején fölvonultatni. Akkor ez ennek a fényében tekinthető még demokratikus innovációnak az előválasztás? Ez nem az utódpártnak a hatalmi eszköze ahhoz, hogy már választókra se legyen szüksége, már szavazókra se legyen szüksége, ahhoz, hogy komplett pártelitek túléljenek, anélkül, hogy akár egyetlen szavazatot is kéne szerezniük. Tehát itt a döntő kérdés az az, hogy mi ez a megvalósuló előválasztás. Nem az, ami Amerikában zajlik előválasztás címén, mert azt tekintsük előválasztásnak. Arra rá lehet mondani, hogy az egy demokratikus innováció. Én arról beszélek, hogy itt a Márki-Zay Péter az imént említette, hogy itt azért még vannak körzetek, ahol vár ránk a döntés. Hány darab? Hány darabot engedtek a pártelitek, hogy még Ceglédivel szemben ki lehessen állni? Hogy még Tóth Csabával szemben ki lehessen állni? Hogy még mondjuk G. Németh Erzsébettel szemben ki lehessen állni? Tehát a 106 körzetből hány ilyen van? És akkor hány kritikus körzetnek az esetén, az előválasztás, tételbíró előválasztás megvalósulása esetén lehet még arról beszélni, hogy ez egy demokratikus innováció. És hol van az, hogy ezt már komoly pofával nem lehet előadni, mert nevetséges. Tehát ez volna a kérdésem, hogy demokratikus innováció-e még ez az előválasztás, ami megvalósul belőle? Nem az. Ezt te épp olyan jól tudod, mint én. Kérdés az, hogy részt vegyünk ebben, vagy hagyjuk még kevésbé demokratikusnak ezt az egészet. Mert Ceglédi Csabát említetted, én nem szívesen emelgetek itt neveket, Ceglédi Csabával szemben például mi indítunk előtt. Majd meglátjuk, hogy ez lehetővé válik el. A nagy kérdés... És nem is fogjátok visszaléptetni azt a jelöltet? Nem. Egyetlen jelöltet sem léptetünk vissza. Nem veszünk részt semmilyen útjiban. Ennek, ezt majd meglátjuk, és előfordulhat az, amit a János előrevetített, hogy nem lesz képviselőjelöltünk a
2022-es választásokon. Ha ezt úgy akadályozzák meg, hogy adminisztratív eszközökkel akadályozzák meg, akkor nem tudunk más tenni, mint 2022-ben valamilyen formációban ez a jobb közép föláll, akkor is, hogyha Péter most azt mondja, hogy nulla esélye van, várjunk ezzel 2022-ig, hogy kinek mekkora esélye van, hogy hogyan alakul ez az egész valóban nem demokratikus, karteles rendszer, ahol látom, hogy oda jönnek még hozzánk is, akik nagyjából 6 és feledikként vagyunk ott, hogy valahol egy no-name képviselőt, már elnézést, hogy ilyet mondom a saját képviselőinkre, léptessük vissza a javára, és amikor azt mondom, hogy nem, akkor egy kicsit meglepődés, hogy miért nem? Hát azért nem, mert az egész előválasztása, és Péter arra még hadd reagáljak, hogy miért nincs 106 körzetben előválasztás szórólapokkal, nem tudom, hogy mivel, azért, mert nincs rá pénz. Nincs rá pénz. Az egész előválasztás egy kényszer, nem csak a választási rendszer kényszere, hanem a töredezett pártstruktúra kényszere, mert ha lenne egy tisztességes, jobbközép, szabadelvű konzervatív, sok minden jelzőt mondhatok rá párt, lenne egy jobboldali párt, lenne egy baloldali párt, meg egy balközép párt, és ezek valamilyen módon, különböző módokon koalíciókat alkothatnának, akkor lenne értelme neki menni 4 párttal a választásnak. De így, hogy az ellenzéket ennyire szétdarabolta, hogy az ellenzék önmagát ennyire szétdarabolta, így sajnos azt kell mondanom, matematikailag csak úgy lehet neki menni, hogy van egy elég jelentős, nevezzük összefogásnak, bár belül a vízilabdában ott fölül lóbálják ezt a labdát, de alul azért ott nagy rugdosás megy. Tudod te, milyen rugdosás megy itt a víz alatt? Itt a fő probléma ez, hogy a víz alatti rugdosás lassan értelmetlenné teszi magát a vízilabda meccset. Talán esetleg nem kéne megrendezni, egy bizonyos ponton, bizonyos rugdosodáson túl már esetleg hagyni kéne. Ez a kérdés, hogy eljutottunk-e a víz alatti rugdosodásban addig, hogy azt mondjuk, hogy na gyerekek, ez most már nem vízilabda, hanem hangráció. Egyetértek a Robi diagnózisával, elválasztási, de csak szerintem a helyzet még ennél is rosszabb, vagy súlyosabb. Ugye, Péter, te azt mondtad, hogy az ellenzék váltásért úgy lehet a legtöbbet tenni, hogy az emberek helyben elmennek és leszavaznak azokra a jelöltekre, akik a garancia az ellenzék megújulásnak. Csak a probléma az lesz, hogy az emberek a legtöbb helyen egész ezt nem tudnak kire szavazni. Az érdemi szavazásnak a lehetősége nem lesz nekik felkínálva, mert az előválasztáson ott lesz egy pártok által, de főleg a 6 pártok által különböző alkukkal, ügyeskedésekkel kijelölt ember, hogy na ő a közös jelölt. A telex.hu, ami azért kormánypártisággal szerintem nehezen vádolható, mai napon közé tett egy számítást, hogy szerintük 106 választókerületben érdemi előválasztást, tehát ennek van értelme megrendezni, az 20-25 VK-ban lehet. Nem lesz, lehet. Most azért még van még egy pár hónap hátra a nyárból, ebből a 20-25-ben lehet 15-10, vagy nem tudom, lehet a végén 5. Ahol a Fidesz 68%-kal nyert 2018-ban, lehet, hogy simán engedik el. Akár 15 jelölt is elindulhat, hát ott úgyis mindegy, nem? Tehát én azt gondolom, hogy nem fair dolog ezt a választók nyakába varni, vagy csak rajtuk számok érni azt, hogy legyen ellenzéki megújulás, amikor szerintem itt a, igenis volt házi feladata a politikai pártok meg mozgalmak vezetőnek is. Ami ez bizonyos, egyébként érdemes csak tényleg nagyon röviden végigmenni ezeken, hogy itt tényleg gyepáljuk több oldalra az előválasztást, de itt azért arról volt szó, hogy mégiscsak az ősbűn szerintem, én az ősbűnt oda teszem az előválasztás történetében, amikor ki lett mondva először, hogy civilek és függetlenek ezen elindulhatnak, úgy indulhatnak, hogy aláírnak egy papírt, hogy utána melyik párt frakciába ülnek be. Hát, melyik az a civil, aki magát civilnek tartja, meg függetlennek, aki aláír egy ilyen papírt? Innentől ez értelmét veszti az a sokszínűség, meg a civilek rendnyitottság, és utána erre jött rá pluszban az, hogyha mondjuk
aláírja, hogy rendben Jobbik vagy DK, a frakciónak még nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e, megengedi-e, hogy ez a jelölt beüljön az ő soraiban, amennyiben mandátumot szerez. És aki még ezt is lenyelt, és azt mondta, hogy jó, hát kompromisszumokkal, de mégiscsak ez még mindig jobb, mint Orbán rendszere, akkor jött ugye a visszalépések. Pontosabban a visszalépések előtt az el nem indulások, hogy amire utaltatok ugye a legtöbb körzetben, azelőtt visszalépnek a jelöltök, hogy egyáltalán felléptek volna. Tehát fel se lépnek, hanem visszalépnek, mielőtt felléptek volna. Most ugye ennek vagyunk a szemtanúi, hogy kiknek a javára, abba bele se menjünk, hogy kiknek a javára. Igazából eljutunk odaig, hogy és ugye végig arról volt szó, miről volt szó, miért kell előválasztás? Mert ez egy választójogi kényszer. Muszáj alkalmazkodni. Nem lehet fejjel menni a falnak, vagy nincs más alternatíva. De az ellenzéki együttműködés, hogy onnan indult, hogy kitérünk egymás elől, pártok nem indítanak egymással jelölteket. Egyébként van történelmi analógia arra, amikor ez működött. 1905-ben egyébként a Tisza István vezette kormányt úgy sikerült 77%-kal az akkori ellenzéknek 116 évvel ezelőtt legyőzni, hogy ilyen koordinációs induláskor 77%-ot szerzett. Tehát van történelmi, a történelmi analógiát keresünk, hogy tudunk találni ilyen egymásról kitérős, koordinációs, faltól falig ellenzéki együttműködésre. Én még azt sem tartom kizártnak, hogy a polgári válasz, vagy én személyesen egy ilyen típusú ellenzéki együttműködésben, kitérésben részt vett volna. Na de amikor már arról beszéltek, hogy itt nem csak kitérünk egymás elől, meg választójogi kényszer, meg akkor te itt indulsz, én ott indulok, hanem a közös kormányzás felelősségében kell osztozni Gyurcsány Ferencékkel, hát az már nem választójogi kényszer. Hát elnézést, hát nem erről volt szó. Amikor ezt a terméket a piacra bevezették, akkor az nem szerepelt a termékleírásban, hogy itt írja alá, hogy akkor itt indul meg, és akkor elindul a szolnoki választókerületben, ahol a Jobbiknak volt, a Jobbikos jelöltnek Csipos Attilának volt 35%-ot, elindul a DK. Tehát milyen józan megfontolások vannak emögött. Tehát amikor arról van szó, hogy a közös kormányzás felelősségének osztani Gyurcsány Ferenccel, akkor igenis szerintem fel kell tenni a kérdést mindenkinek, aki részenek az összefogásnak, nektek is professzor úr, meg nektek is polgármester úr, hogy innentől kezdve a sorsotok politikai értelemben is össze van kötve. És én hiába tudom azt én, meg tudják sokan, vagy feltételezik, hogy ti politikusi minőségben, emberi minőségben, a jó szándékot nézve nem vagytok egy lapon említhetőek egy Tóth Csabával, egy Ceglédivel. Remélem. Remélem, hogy sokan, nem tudok a hallgatók néha nyilatkozni, én ezt, számomra ez alapvetés, és meg se fordul a fejemben. Amikor majd közös jelöltek lesztek, közös listán, egymás kampányát támogatva, adott esetben egy Dobrev Klára miniszterelnök jelöltséget, akkor innentől kezdve ez a messze túlmutat azon, hogy mi az elvárható. És akkor egy utolsó... Nem leszek listán. Oké. Okay. De sokan meg lesznek. És még a végére egy nagyon fontos reflexió, hogy Péter azt mondta, hogy van egy egyharmad bizonytalanok, akiket meg kell nyerni, és akkor győzhet az ellenzéki összefogás, hogyha meg fogja nyerni az egyharmad bizonytalanokat. Most én nem kétlem azt, hogy, mert ez vita, ez egy véget nem érő vita, meg hitvita, hogy az ellenzéki összefogás hány embert mozgósít, aki otthon marad, meg hány embert riaszt el. Lehet, hogy ennek a vitának soha nem lesz feloldás, én elfogadom, hogy biztosan vannak olyanok, akik azért fognak elmenni szavazni, mert eddig azt látták, hogy veszekednek egymással politikusok, de most végre összefogás van, tehát megéri felállni és elmenni szavazni, mert végre van remény. Én ezeket a szavazókat, én biztos, hogy magam részben nem fogom lebeszélni, eltántorítani attól, hogy szavazzanak a közös ellenzéki összefogásra. Viszont vannak olyanok is szép számmal, akik ennek soha az üdös életben nem lesznek megnyerhetőek, hogy egy olyan listára szavazzanak, amelyen ott szerepelnek ezek a nevek a Badai Ágnestől a Dobrev Kláráig. Nem fogod tudni őket rávenni. És innentől kezdve a kérdés nem az, hogy ki osztja meg az ellenzéket, az az ellenzék meg van osztva. Hogyha holnap bezárják az összes pártot, és öt párt működhet Magyarországon, az az öt párt, akit Orbán Viktor óhajt, hogy működni fog, ezek az emberek akkor sem fognak leszavazni, ők nem gyengítik az összefogást. Szerintem a kérdésfeltevés rossz, az egész hozzáállás rossz ez a kérdéshez. És az a baj, Péter, amikor azt mondod, hogy akik elindulnak az ellenzéki összefogással szemben, azok végsősorban gyengítik a kormányváltás esélyét, ettől a gondolatmenettől csak egy hajszál választja el a Jakab Péteri gondolatmenetet,
hogy igazából mindenki a Orbán Viktor zsoldjában áll, aki nem áll be a sorba. És ezt már meg még egy vastagabb paraszthajszál választja el, az aki nincs velünk, az ellenük van elftől, ami visszavezethető Rákosi Mátyásig. Tehát én nagyon-nagyon óva inteném magunkat és másokat is, hogy az ellenzéki összefogásnak a való felsorakozást, vagy nem felsorakozást egyfajta ilyen valós ellenzéki őszinte szándék és meghatározás tárgyává tesszük. Szerintem azt gondolom, hogy nagyon sokan akarnak jót ebben az országban. Van, aki ezt az intézményes összefogás keretein belül, mint ti. Vannak azok, akik ezen kívül. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártokban, most a politikai elitről veszek, az ellenzéki politikai elitről, minimális belátás, józanész és hosszú távú politikai tervezés lenne, akkor felfogná, hogy Magyarországon ellenzéki szavazók százezrei soha nem szavaznának rá, viszont el tudnak venni szavazatot a Fidesztől. Esetleg ide is el lehetne jutni gondolkodásban, hogy mi lesz a Fideszből kiábrándult leszavazó szavazókkal. És esetleg, nem állítom, csak kérdezem, félre kérdezem, nem lenne annak értelme, hogy olyan szavazókat, akiket a büdös életben az ellenzéki összefogás nem tud elvinni az urához, esetleg elvigye olyan párt, vagy olyan pártszövetség, aki nem Orbán szekerét tolja, és mandátumot veszel inkább a Fidesztől, és akiben esetleg egy normálisabb, amikor normálisabb, élhetőbb országot akarok építeni, falsős ügyekben a szavazataira számítanak valami, de szerintem ez lenne, ha valóban rendszerváltás lenne a cél, és nem az lenne a cél, hogy az ellenzéki pártok túléljenek meg egymás rovására, egymást a víz alá nyomva, vagy hogy professzor mondta, megrugdosva, a víz alá nyomva, a gatyáját lehúzva, rugdosva túléljenek, és nem az lenne a cél, hogy egymást kiszorítsák a hatalom meg a pozíciók reményében, akkor esetleg ilyen projekteken lehetne együttműködni. Sajnos nem ez a helyzet, mert nem ez a cél. Azt gondolom, hogy nincs őszinte, az ellenzéki politikai elit részéről nincsen őszinte szándék a valódi kormányváltás és rendszerváltásra. Ez egy sztori, ez egy narratíva, amivel lehet tüzelni a nagyon elkötelezett híveket. Valós szándék nincs, és mivel nincs valós szándék, mindaz, amiről most beszélünk, az érvényét veszti, mert ennek a gondolatnak nem lesz politikai támogatottsága a hatpárti ellenzéken belül. Orbán Viktor gondoskodott róla, hogy ennek a hat pártnak legyen pénze, és nyilvánvalóan most, amikor én magunkkal szemben is azt mondom, például Mindenki Magyarország a mozgalom, nem párt, eleve nem is kaphat pártfinanszírozást, nem is alakultunk pártá, és jövőre az előválasztás révén még az Újvilág Néppárt is elesik attól, amiről például a kétfarkú kutyapárt nem hajlandó lemondani. Az, hogy ők azért egy néhány százmillió forintot a 4 éves ciklusba kapnak akkor, hogyha elindulnak a 22-es választáson, és nem a 21-es előválasztáson. Orbán Viktor ezt egyébként jó befektetésnek tarthatja, annak a függvényében, hogy a kétfarkú kutyákra szavazók, azok hova szavaznának, ha nem a kétfarkú kutyára szavaznak. Abban az esetben, és itt van a Mi Hazánk is. Ugye a Mi Hazánknak óriási támogatottsága volt a Fidesz részéről, nyilvánvalóan nem tudták saját maguk finanszírozni a roppant drága EP kampányt. Például a Mi Hazánk el se indult abban a körzetben, ahol önkormányzati választáson, abban a körzetben, ahol a legmagasabb eredményt ért el az EP választáson, Törökszent Miklóson. 16%-ot kapott a Mi Hazánk, és azt gondolnák, hogy akkor ott egy jó, erős Mi Hazánkos közösség van. Ugyanabban az évben, októberben el se indult Törökszent Miklóson a Mi Hazánk. Nyilvánvalóan, mert a Fidesz nem engedte neki. Hódmezővásárhelyen polgármester jelöltet először bejelentették, hogy majd indítanak, nem indítottak, mert pontosan kimérték, hogy az nem tőlem venne el szavazatokat, hanem a Fidesztől. A körzetekben mind a 10-ben indított a Mi Hazánk, mert ugyanúgy kimérték, hogy az inkubáns fideszessel szembeni ellenállást osztja meg. Logikus, igaz? A Mi Hazánk minden egyes önkormányzatban, ahova bejutott, kizárólag, kivétel nélkül minden egyes esetben a Fidesz-szel szavaz. Úgyhogy szoktam mondani, hogy nem is az a baj, hogy nácik, hanem hogy Fidesz nácik. Tehát ők azért nem ellenzék, mert ők fideszesek. Igen, köszönöm. Nos, tehát a Mi Hazánk az abszolút a Fidesz érdekében dolgozik. Köszönöm. Visszatérve az előválasztásra. De örülök, hogy itt vannak. Visszatérve az előválasztásra. Tehát ez egy olyan játék, ahol a Fidesz szabályai szerint játszunk. Lehet azt a döntést hozni, hogy ebben nem veszünk részt. Nehogy azt higgyék, hogy Orbán Viktor egy könnyet is el fog morzsolni ezért a döntésünkért.
Lehet azt mondani, hogy ebben a játékban nem érdemes részt venni, lehet azt mondani, hogy akkor inkább maradjon Orbán. Én úgy döntöttem, hogy semmi áron nem maradjon Orbán. Az én hazaszeretetem az azt mondja, hogy bármilyen gazemberrel, bármilyen gazemberrel is, de ezt a sokkal nagyobb veszedelmet, a hazával szembeni sokkal nagyobb veszedelmet igenis el kell takarítani, igenis le kell váltani. Az előbb kifejtettem azt is, hogy ez egy kultúraváltás. Hogy mi úgy akarunk ellenzéket váltani, hiszen úgy nem lehet fizikailag, matematikailag, logikailag, hogy mi először majd leváltjuk az ellenzéket, és utána Orbán Viktort, mert soha nem fog menni. Mi bárkivel összefogva fogjuk leváltani Orbán Viktor reményeim szerint, nehezített pályán, mert az, a NER határa az, az ellenzéken belül van. Ennek a nehezített pályának a kihívásai ezek természetesen, de nincs más. Fizikailag nincs más lehetőség. Lenne persze egy forradalom, de hát azt mondtuk, hogy annyira nem akarunk egy forradalmat csinálni, egy kultúraváltást akarunk, ami önmagában is egy forradalom. Olyan hiteles jelölteket akarunk felépíteni, akiket például a Pálinkás József pártja képvisel és támogat. Ezeknek az egyetlen esélye arra, hogy megismerjék őket, és idővel kellő támogatást kapjanak, az az, hogy elindulnak az erőválasztáson. A másik lehetőség az, hogy találnak egy olyan szponzort, aki majd milliókat, milliárdokat ad nekik, és akkor lesz annyi pénzük, hogy fölépítik magukat, mint egy olyan párt, akár a Jobbik, akár a DK, akár az MSZP, és a többi nyilván egy fölépített, bejáratott párt. Az ő támogatásuk, az ő jelöltjük, az ő kampányszervezetük, az ő médiájuk, az mind az ő jelöltjéket építi. Tehát most mi részt vehetünk, hogy részt, vagy eldönthetjük, hogy részt veszünk ebben a versenyben, vagy nem. Olyan alternatívát jelen pillanatban nem látok, hogy ezek az új mozgalmak, ezek majd megverik egyszerre a Fidesz meg a DK-t, és a többi. Tehát nincs, ez matematika. Nekem ez egyszerű matematika. Én mégis azt mondom, tehát még egyszer, ez nem hitvita, bocsánat, az is nagyon fontos, hogy nem hitvitáról van szó, ez mérés. Ugyanúgy, mint az, hogy Gyurcsány Ferenc 73%-os elutasítottsága rendelkezik, ha az ő neve ott szerepel az első 5 helyen, az ki lehet mérni, hogy a 100%-ot fog elvinni az ellenzéktől. Ez nem hitvita. Persze biztosan nagyon sok DK szavazó, szoktak is haragudni rá, rám érte. Ő, nekik ez lehet, hogy hitvita, nekem nem, nekem matematika. És ezt a rendszert csak akkor fogjuk tudni leváltani, hogyha ha igenis összefogás van, hogyha mindent meg fogunk tenni, és mondom, én igen, Békés Sámsonon szórólapot szórok, ha arról van szó, nekem nem derogál. Én kimegyek, én rászállom a szombatomat, és szórom a szórólapot, szórom a nyomtas te is. Hogyha XY jelöltet kell támogassam, én fogom támogatni. Tóth Csabát nem fogom támogatni, félreértés ne essék. De igenis van verseny. Tóth Csabával szemben ott van Hadházi Ákos, lehet, hogy nem szereti valaki Ákost, én Ákost nagyon lelkesen fogom támogatni, Tóth Csabával szemben meg aztán pláne. Ugyanígy Szombathelyen én nagyon remélem, hogy nem. Nekem effektíve minden más jelölt azt mondom, hogy nyerheti ezt a körzetet. Ceglédi sajnos ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy nem nyerheti, tehát nagyon egyszerű a feladvány. Nekünk az a célunk, hogy ne Ceglédi legyen a közös jelölt. És ugyanígy megvan néhány másik körzet, de a legtöbb körzetben igenis van választás. Én nem látok olyan Tóth Csabákat és Ceglédiket, akikkel szemben ne indulnának tisztességes emberek. Úgyhogy önöknek továbbra is egy kérdésem van, menjenek el és szavazzanak a becsületes, tisztességes, jobb jelöltre. Ez a feladatuk. Vegyenek részt az erőválasztáson. Köszönöm. Nos, hát ha én jól tudom, a Ceglédi Csabával szemben az Ungár Péter indul. Is. Hát szerintem ez ilyen tekintetben azért nehéz a helyzet. Tisztességes kihívóra lenne szükség, nem? Az én szememben Ungár Péter az a NER-nek a kezeket, lábakat növesztett jelenléte az ellenzékben. Az imént úgy fogalmazott Márki-Zay Péter, hogy az ellenzéken belül húzódnak a nemzeti együttműködés rendszerének a határon. Na most itt a döntő kérdés az az, hogy Ungár Péterekkel meg Molnár Zsoltokkal mennyire lehet leváltani a NER-t? Bocsánat, egy valamit elfelejtettem mondani, a Molnár Zsolt noteszeit azt elvette a DK és a Jobbik. Hát szerintem még húzakodnak azon a noteszen. Én azért valamiért azt érzem, hogy az Orbán Viktor azért mégiscsak abban érdekelt, hogy az a notesz maradjon inkább a Molnár Zsoltnál. Emlékszünk 2014-re, amikor a választás előtt Molnár Zsolt volt az, aki megakadályozta, hogy Rogán Antalnak a vagyonnyilatkozata nyilvánosságra kerüljön, mert hát az a kampány az úgy nagyon negatív lett volna, és hát Orbán Viktor esetleg összeráncolta volna a szemöldökét, ezt nem kockáztathatta Molnár Zsolt sem. A kérdésem az lenne, hogy mire szabad használni az egyszerű többséget? Szabad-e kétharmados törvényeket módosítani egyszerű többséggel? Mert azért lássuk be, hogy jelen állás szerint az egyszerű többségre, ha egyáltalán kormányváltás megvalósul, az egyszerű többségre van reális esély. Tarlós István díszpolgárságának a fényében van-e egyáltalán lehetőség elszámoltatásra?
Ez volna a kérdésem. Márki-Zay Péter az imént úgy fogalmazott, hogy aki Tóth Csabát támogatja, az maga is a probléma része. Tehát ennek van neve. Megnevezhetjük. Úgy hívják, hogy Karácsony Gergely. Ő támogatja Tóth Csabát, tehát most miért is ne nevezzük a nevén? Na most akkor ez a kérdés, hogy van-e értelme könyörögni neki? Neki, aki Tóth Csabát támogatja, neki, aki a probléma része. Nem volna inkább értelme mindjárt Orbán Viktornak könyörögni? Ha már könyörög az ember, akkor olyas valakinek könyörögjön, akinek hatalma is van hozzá, nem? Ez a döntő kérdés, hogy mire szabad használni az egyszerű többséget, lehet-e elszámoltatni egyszerű többséggel, van erre lehetőség, és van erre szándék a jelenlétben? Egyszerű többséggel kétharmados törvényeket nem lehet megváltoztatni. Ugyanakkor egyszerű többséggel is meg lehet valósítani egy jelentős elszámoltatást. Senkinek ne legyen az az illúziója, és ne higgyenek annak, aki azt ígéri önöknek, hogy Magyarországon minden bűncselekményt elkövető ember el fognak számoltatni. Erre se energia, se ember, se lehetőség nincs. Ugyanakkor a kiemelkedő ügyekben feles többséggel is meg lehet csinálni azt, hogy azokat, akik bűncselekményt követtek el, azok elnyerjék a méltó büntetésüket. Ennek sokféle technikája van, én részben, mert nem vagyok a dologhoz mélyen értő jogász, elég sok időt eltöltöttem az államigazgatásban ahhoz, hogy legyen fogalmam arról, hogy hogyan lehet valamit, amikor nyilvánvaló bűncselekmény történt, megoldani azt, hogy ez napvilágra kerüljön, de ahhoz, Robert Rui, hogy egyáltalán ez fölmerüljön, ahhoz ott kell lenni azokban a hivatalokban, ahol ott vannak azok a papírok, ha még nem darálták le, és kell hozzá kellő szakértelem, hogy azokat a papírokat elővenni, és azokat a figurákat elővenni, akik szimbolikusak. És nem azt mondani az embereknek, hogy másnap mindenki börtönben lesz. Nem. Három hónap múlva meg kell valósulni annak, hogy ahol bűncselekmények történtek, ott igenis szimbolikusan a tetején kezdve elkezdjék ezt a elszámoltatást. Tehát kérdésedre röviden válaszolva, azt gondolom, hogy a feles többséggel is, mennél nagyobb a többség, annál nagyobb a felhatalmazás. Ezt is jól kell érteni az országnak. Ha ugye 199 képviselő ül most a parlamentben, ha lesz egy 100 és 99 arány, akkor egészen más lesz a helyzet, mint hogyha lesz egy 110, és akkor, ha jól számolom, akkor az marad belőle 89. Mert látni kell azt, hogy a Fidesznek azért vannak ma is jelentős támogatói, és utcára fogja vinni az embereket, ha a választási eredménynél sokkal erősebb támadások indulnak meg ellenünk. Tehát ehhez kell majd az ész, és a, hogy egy régi kollégámat idézem, a tapasztalat, vagy ő úgy mondta, hogy tapasztalás, de igazából a tapasztalat, hogy meddig lehet elmenni, mikor, milyen körülmények között, meddig lehet elmenni, hogy ne jöjjön létre egy kaotikus helyzet, mert higgyenek, nekem elég régóta itt vagyok ebben, annál, mint a káosz, kevés dolog rosszabb. Tehát, ha lehetséges az, hogy kialakuljon egy észszerű, mérhető többség, azzal nem fog tudni mit kezdeni a jelenlegi kormányzó erő. Ha kialakul egy 1-2 fős többség, hát akkor nagyon nagy baj van, mert azzal fog tudni mit kezdeni a kormányzó erő. És csak egy mondat a korábbiakra, hogy Péter, azért azt ne keverjük össze,
hogy az előválasztás az nem választás lesz, oda egészen mások fognak elmenni, mint a tényleges választásra. Tehát abban Robinak és Jánosnak igaza van, és ezzel egyetértek velük, hogy ez egy rendkívül veszélyes játszma, mert nem biztos, hogy ha arra rá lehetne venni az embereket egy választókörzetbe, hogy elmenjen mindenki, aki elmegy majd a 2022-es választáson, hogy ez elmenjen mindenki, akkor egészen más eredmény lenne, mint amikor majd itt pozgósítással el fog menni néhány pártnak a mondjuk azt, hogy aktivista köre. Tehát kell elszámoltatás, és a másik kérdésed pedig az, hogy igen, feles többséggel is el kell kezdeni, és el lehet kezdeni ezt. A kérdés arra vonatkozott, hogy lehet-e feles többséggel elszámoltatni. Nekem őszinte aggályaim vannak azzal, hogy kétharmaddal el lehet-e számoltatni ezt a Fideszt. 4/5-del el lehet-e számoltatni. Nekem az a félelmem, hogyha 9/10 többséget szerez az ellenzék, akkor sem fogja tudni elszámoltatni a Fidesz, mert azért lássuk meg, hogy egy olyan mély állam épül ki az utóbbi időszakban, aminek nem, még közelről sem látunk ilyet Magyarországon. Nem marad mit elszámoltatni a magyar államnak, mert a magyar államnak nem maradnak tulajdonai, fennhatósága, vagyontárga, ingósága, legalábbis egyre több helyen eltűnnek. Hát, miközben a média itt a pedofil meleg törvényjá volt elfoglalva heteken keresztül, így mínuszos egyébként megjelent, hogy egyébként 35 évre egyébként koncesszióba adták a magyar autópályákat. Adják. Tehát, hogy 2000 kilométernyi autópályát fognak 35 évre most így odaadni. Hát, hogy milyen cégeknek arról sok kétség ne legyen. Itt vannak az egyetemek, ami emberi észre felfoghatatlan, 1000 milliárdos vagyontárgyak feletti fenntartói jogokat kerülnek így fideszes alapítványokhoz, és még messze van 22. Tehát a Fidesz azt fogja látni, hogy itt bukó van, akkor megkockáztatom, hogy nagyjából Karácsony Gergely, Jakab Péter vagy Dobrev Klára egy olyan országnak a kulcsát fogja átvenni, aminek nagyjából a miniszterelnöki jogkör az odáig fog kiterjedni, hogy a Kossuth téren a tulipános veteményt azt ki lehet-e cserélni esetleg a rózsára. Most nagyon sarkítok, tehát hogy ennél nyilván nem fog eljutni, csak azt szeretném érzékeltetni. És ami nagyon fontos még, hogy itt azért iszonyatos mennyiségű, döbletes mennyiségű vagyonátjátszás perget le a szemünk előtt az utóbbi éve, csak az a baj, hogy ezt a Fidesz nem úgy oldotta meg, mint a 2010 előtti kormányok jó részt, hogy ügyeskedéssel, stikában, fű alatt, úgyis, de ezeknek a nagy része törvényesített, hanem is teljesen törvényes a szó eredeti erkölcsi értelme, de törvényesített formában hajtotta végre. Hát egy törvényes úton gazdát cserélt ingóságot, ingatlant, hogy lehet jogi eszközökkel visszacsinálni? Hát forradalommal lehet, igen. De biztos, akár, hogy... Akárhogy is az egy létező álláspont az ellenzékben, hogy 2012-3 táján lezajlott egy lopakodó államcsíny. Tehát az azt követően született törvények, azok érvénytelenek, illetve érvénytelenítetőek, kvázi egyszerű többséggel el lehet kezdeni a kétharmados struktúrát lebontani. A kérdés arra vonatkozott, hogy ti, akik itt jelen vagytok, osztjátok-e ezt a logikát, úgy gondoljátok, hogy ilyet szabad-e megtenni, erre vonatkozóan kaptam egy nemleges választ a Pálinkás Józseftől. Az a kérdés, hogy te hogy gondolod? Igen, Robi, igen, a kérdés az úgy merül fel, hogy lehet-e a törvénytelenségre épülhet a törvény? Tehát, hogy lehet-e a Fidesznek, aki azt mondja, hogy itt 2012 után gyakorlatilag egy elhúzódó államcsíny zajlott le, azoknak azt gondolom, hogy igazuk van. A kérdés az, hogy lehet az államcsínyre államcsínnyel válaszolni. És jobb minőségű kormányzást, országlást hozhat-e ez a mentalitás? Én nekem nagyon komoly kétségeim vannak ezzel kapcsolatban, és amikor Dobrev Klára azt nyilatkozza a Magyar Hangnak adott interjújában, aztán Vörös Imre alkotmánybíróra hivatkozva, jól emlékszem, hogy igazából kétharmad sem kell lesz, hanem feles többség elét, és az az okfejtés, hogy azért lesz elég, mert majd ők a kampányban elmondják a választóknak, hogy ők egyébként kétharmados törvényeket akarnak módosítani, tehát ha megnyerik a választást, akkor igazából felhalt a kétharmados kormányzása, akkor nem tudom, hogy
ő ezt komolyan gondolja, mert ha nem gondolja komolyan, és hülyének nézi a saját választóit, az is probléma. De ha komolyan gondolja, számomra még nagyobb probléma, mert én nem látom a kiutat, most már 30, tehát, hogy 32 éve arról szól a magyar politika, hogy bizonyos szekértáborok egymás megsemmisítésére építenek fel identitást. Ezt a Fidesz aljas, okos módon csúcsra járatta. És nem látom annak a, nem hogy a garanciáit, bárcsak a garanciáit ne látnám, még a reményét sem látom, hogy ezek a politikai erők, Tóth Csabástól, Ceglédi Csabástól, miben lépnének fel a változás igényével, és ha megkapnák a lehetőséget, és a hatalmat, akkor miben járnának el máshogy? Ez az én fő problémám, Robi, hogy ha meg lenne a lehetőség, akkor sem hiszem, hogy tudnának leélni, de egyébként meg az őszinte szándékot sem látom rá. Igen, hát akkor én leszek a radikális már megint közülünk, mert én azt mondom, hogy csak ez lehet elképzelhető. Semmi másút nincs. Aki azt gondolja, hogy a kétharmados törvényekhez nem lehet hozzányúlni, akár 51% birtokában, és akkor most kivételesen azt kell mondani, azt nem tudom, hogy Dobrev Klára komolyan gondolja, vagy nem, amit mondott, de hogy én mondtam előtte is, és csak megismételte, amit én elmondtam szóról-szóra, azt tudom. Úgyis pontosan én mondtam ugyanezt az okfejtést, amit most az előbb a Dobrev Klárától idéztél, azt én mondtam először. Vörös Imrékre hivatkozva, igen, Bárándi Péter, Flex Zoltán, Elek István, azért vagyunk néhányan, akiknek az egyetlen meggyőződésünk, hogy ez csak így lehetséges. Ha a Fidesz kétharmadjait elfogadjuk, ami egyébként maximálisan alkotmányellenes és alaptörvényellenes, hiszen nekik soha nem volt fölhatalmazásuk, még a saját alaptörvényük szerint sem, arra, hogy a hatalom kizárólagos birtoklására törekedjenek. Ez még a mai alaptörvény szerint is törvénytelen. Hát, hogyha valaki végignézi azt, hogy mit csinált az elmúlt 12-11 évben a Fidesz, akkor azt fogja látni, hogy semmi más nem csinált, csak a kizárólagos hatalomgyakorlásra törekedett. A sajtó szabadságnak a megszüntetése, az, hogy van egy média tanácsunk, amely elveszi a hullámhoz a frekvenciát a Klubrádiótól. Miután egyébként felszámolták az Index függetlenségét, miután bezáratták a Népszabadságot, azt megszerezték az összes megyei napilapot, és a többi. Nyilvánvaló. Vagy például, aki kampányolt már, azt tudja, hogy ma már nem kaphatunk egy óriás plakátot sem. Ugyanis óriás plakát helyeket csak a Fidesz oszt. Például a Mi Hazánknak. Csak a Fidesz osztja az óriás plakátokat. És véletlen Molnár Zsolt is kapott az MSZP számára még 2019-ben, de egyébként például mi nem kaptunk. Mi nem kaptunk. Ők osztják el. 2018-ban, amikor az áprilisi választások után beszéltem, ez az ominózus beszédben volt, ott is elmondtam, hogy fölépült a halálcsillag. A Fidesz fölépített egy olyan halálcsillagot, ha birodalmán belül bárhol az ellenállás fészkei fölépülnek, akkor egy sugár nyalábbal ezt meg tudja semmisíteni. Olyan iszonyatos hatalma van. Akkor azt mondtam, hogy már csak három híja van, és akkor is azt mondtam, nagyon érdekes, hadd idézzem azt, most nem olyan régen küldött nekem valaki egy linket egy ÉS-ben, Élet és Irodalomban megjelent okfejtésre, ahol azt mondják, hogy nincs is értelme ilyen ellenzékkel, meg a 20. századi pártok MSZP-DK-val, nincs is értelme kormányt váltani, jobb lesz 26-ig várni. Hát ez akkora ostobaság, elnézést kérek a szerzőtől, mert nem nyilván legitim gondolat azért részéről is, de 18-ban is voltak, akik azt gondolták, hogy milyen jó lesz, ha várunk 4 évet. Az ellenzéknek mitől lenne jobb 4 évvel később, amikor a Fidesz addig kirabolja az országot, addig elárulja a hazánkat és kínaiaknak, meg a saját embereinek természetesen juttatja el a nemzeti vagyont, elveszi tőlünk az egyetemeinket, az autópályáinkat, a trafikokat, és sajnos itt jön a lényeg, az a három terület, ami még nem volt a Fidesz halálcsillagában, ami még hiányzott nekik, az volt akkor a sajtó, mert akkor még volt Index, akkor még volt Népszabadság, és akkor még volt Simicska Birodalom, Lánchíd Rádió, Hír TV, Magyar Nemzet. Most ezek egyike sincs. A három terület másodika volt az önkormányzatiság. Elvették tőlünk az építéshatóságot, elvették a saját bevételeinket, folytogatják az önkormányzatokat, elveszik az adóbevételek mellett ugye azokat a területeket, akik adót fizettek, ugye Göd, most Dunajváros. Az önkormányzatiságot is kinyírták, tanácsrendszert építenek vissza. És a harmadik terület voltak a bíróságok. Hogy még nyomokban van némi függetlensége a bíróságoknak, néha van egy-egy bíró, aki bátran szembe megy a pártutasítással, de egyébként pártutasításra ítélnek el koncepciós perekben. Hogy Lázár János engem beperelt, és a bíró először kizárta a tanúmat,
Védelemnek nem volt tanulja. Kizavarta a sajtót, az nem lehetett jelen a tárgyaláson Covid-ra hivatkozva. Elfogadta azt a képtelenséget, hogy amikor azt mondtam, hogy csődbe vitt egy céget, mert nem fizetett neki egyébként, ezzel én bűncselekménnyel vádoltam. És Lázár János ártatlanságát úgy bizonyították, hogy büntetlen előéletű. Tehát ha van egy sorozatgyilkos, aki még korábban soha nem gyilkolt, legalábbis nem kapták el, akkor az is büntetlen Nánás Illés szerint, Szegedi Bíróság, hiszen ő azzal bizonyította Lázár ártatlanságát, hogy megnézte, hogy büntetlen. Tehát amikor ilyen koncepciós perek vannak az országban, akkor igenis az a halálcsillag, amelyből ez a három rész hiányzott még 18-ban, az mára felépült. Csak a zavarbejtő kérdés az az, hogy, Tarlós István díszpolgári címéből hogyan lesz elszámoltatás. Tehát itt a döntő kérdés az az, hogy Karácsony Gergely vajon nem a bársonyos átmenetnek a garanciája? Nem azért ő az, aki ott, ahol, mert a rendszer, úgy az Egyesült Ellenzék, mind a NER a bársonyos átmenetben érdekelt, illetve életszerűnek tűnik-e, hogy Ungár Péter elszámoltassa az édesanyját? Hát ezek a kérdések. Ezek nagyon Robi, ezek jogos kérdések. Ez mind a két kérdés jó kérdés, de Péter, téged milyen törvény szerint választottak meg polgármesternek? Mikor fogadták ezt a törvényt? Igen. Érvényes az a törvény? Te nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert Vörös Imre egy pontos listát adott arról, hogy melyik törvényeket kell megváltoztatni. Vörös Imre szerint is érvényesen polgármester vagyok. Értem. Jó. Igen, mert ő nem azt mondta, hogy minden törvény érvénytelen, amit a Fidesz hozott. Hanem azok a törvények érvénytelenek, amelyek a hatalom kizárólagos gyakorlásáról szólnak. Tehát az a törvény, ami alapján Kolt Péter a teljes következő ciklus alatt leválthatatlan, az érvénytelen. Az a törvény, amely szerint a fideszes médiatanácsnak csak fideszes tagjai vannak, és egyetlen funkció az, hogy az ellenzék még média szereplésre juthasson, az érvénytelen. Hát igen, az érvénytelen. Kíváncsi vagyok, hogy a... És az is érvénytelen, Európai Unió van a törvények uralma, és a... Ennek alapján hogyan magyarázható az, hogy bizonyos törvények érvényesek, bizonyos törvények érvénytelenek, Ami Molnár Zsoltnak tetszett, ez egy roppant egyszerű dolog, tehát még egyszer professzor úr, nincs arról szó, hogy minden törvény érvénytelen lenne, Vörös Imre szerint sem. Arról van szó, hogy azok a törvények, amelyekkel a Fidesz csak a saját hatalmát akarta biztosítani, és szembe mentek még a saját alaptörvényeivel is, azok érvénytelen. Ez nem egy normatív kijelentés. Péter, könyörgöm. Jogászok fogják végignézni, hogy mi a normatív. Professzor úr, van egy alkotmánybíróság, az alkotmánybíróság ma is pont ezt csinálja. Eldönt egy törvényről, hogy törvényes vagy nem törvényes, alkotmányos vagy nem alkotmányos. Ez lesz a feladat a 2022-ben a választás után ugyanígy egy fölállítató testületnek. Egyébként az 51%-os választási logika az teljesen áll, tehát én is azt mondom, hogy az emberek megerősítik azt a programot, amivel a közös ellenzék indul, és ki fogja jelenteni, hogy például nem lehet 9 évre kinevezni egy olyan legfőbb ügyészt, akinek az egyetlen dolga az, hogy a bűnözőket mentse és ne elszámoltassa, akkor ennek a tudatában megyünk neki a választásnak, és senki nem fog meglepődni, hogyha ezt a legfőbb ügyészt az első adandó alkalommal leváltják. Péter, én azzal egyetértek, hogy azzal a igénnyel kell fölépni, hogy a Fideszen kívüli világ kapjon felhatalmazást az alkotmány megváltoztatására és a kétharmados törvényeknek a kisöprésére a magyar jogrendszerből. De azt nehezen tudom elképzelni, hogy beültök a parlamentbe, megválasztjátok a korelnök, vagy nem kell megválasztani, a korelnök az korelnök, korelnök megnyitja az ülést, fölesküsztök az alkotmányra, aláírjátok, hogy fölösküdtetek az alkotmányra, majd visszamentek a sorokba, és azt mondjátok, hogy sorry, az az alkotmány, amire én most fölösküdtem, az nem érvényes, én most csinálok nektek egy újat. No hát, ha ezt megmagyarázzátok az Európai Unióban a rule of law, vagy a joguralma alapján, hát én erre most nagyon kíváncsi lennék, ezért én amellett vagyok, hogy arra kell felhatalmazást kérni, hogy legyen alkotmányhozó többség. Aztán majd meglátjuk, hogy mekkora többséget tud teremteni a Fideszen kívüli világ, és azon kell dolgozni, hogy mennél nagyobb többséget teremtsen a Fideszen kívüli világ, mert csak akkor lehet bármit is megtenni, és akkor lehet elmenni bizonyos határig. Az, hogy meddig lehet elmenni, az egy nagy kérdés, de az, hogy azt ki lehetne mondani, hogy van néhány jogász, aki kigyomlálja, hogy na ez jó, ez nem jó, ez jó, ez nem jó.
ezt pedig csak ezt nem látom lehetséges. Professzor, tiszteletben tartom a véleményedet, ilyen logikával, hogyha holnap a fideszes parlament kétharmaddal hoz egy törvényt, hogy a következő választás 100 év múlva van, akkor következő választás is 100 év múlva van, és elfogadjuk, hogy ez így van. Nem tud ilyen törvényt hozni. Nem, de az én kérdésem inkább arra vonatkozva, egyetértve professzor úrral, hogy mi következik abból, amit mondasz? Mert ezt elfogadom, nem tudom elfogadni, de ha elfogadnám ezt az érvelést, hogy 50%-kal alkotmányozunk. Bocsánat, nem mondtam ilyen. Nem kell alkotmányozni. Az, amit a Fidesz meghozott törvénytelenül, az érvénytelen. Pont. Kétharmados törvényekről beszélünk. A Fidesz kétharmados törvényei, amelyek a Fidesz kizárólagos hatalom gyakorlását szolgálják, azok érvénytelenek, hiszen azok abban ugyanúgy, ahogy az alkotmánybíróság, már persze Fideszes is nem tölti be ezt a funkcióját, de egy alkotmánybíróságnak pont az a feladata, hogy akármilyen többséggel hoz egy parlament törvényeket, azokat felülvizsgálja, normakontrollnak veti alá, és ami kuka, az kuka. Jó, de szerintem ebből nem ezt elfogadom, hogy mondasz. Szerintem ebből nem következhet más, mint polgárháború. Bocsánat, megint csak a 32 alatt, tehát példát lemondod, ezt egyik kormány még a Fidesz sem merte megcsinálni. Ha ezt meglépitek, vagy meglépik, akkor a Fidesz 4/5-del fog visszatérni. Azért, mert ha kialakul, hogyha nem az van, hogy nem egy hatalom átmenet van, hanem háborút hirdet az új rezsim a régi rezsimmel szemben, úgy, hogy egyébként ez a most már 11 éve hatalmon lévő kormányokat olyan mély államot épített magának, amit iszonyatos mértékű erőforrások felett diszponál, hogyha ez a két erő összecsap, akkor nem tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy ebből ne Orbán Viktor 13 cikluson keresztül felhízlat mély állama kerüljön ki győztesen, szemben egy töredezett, megosztott, egymásnak kiátszható, zsarolható, bármikor egymásnak összevesző ellenzékkel, amelynek, még hogyha meg lenne a kétharmados többsége, nyilván vékonyan lenne meg. Ha pedig a polgárháborús helyzet, én nem látok olyan forgatókönyvet, kimenetelt, hogy ebből az egész ország, vagy az ellenzék akár profitálni tudna. Az egy másik dolog lenne, és volt egy ilyen is, egy ilyen felvetés, hogy ez az ellenzék, ennek voltak ilyen értelmiségi körök, aminek nagy hangolói voltak, hogy nem 4 évre kér felhatalmazást a kormányzása, csupán addig, amíg megváltoztatjuk a választójogi törvényt, a pártfinanszírozási törvényt, azokat a sarkalatos törvényeket, majd utána, amíg ez megtörténik, ez egy technikai koalíció, lemondunk, visszaadjuk a mandátumot, és akkor új választást írunk ki. Na de hát most nem ez a helyzet. De lehet népszavazást is kérni, lehet új választást is kérni, ezek technikai kérdések. Ezek a pártok, Péter, nem erre kérnek felhatalmazást, hanem 4 évig tartó kormányzásra kérnek felhatalmazást. Nem is ígérnek ilyet, hogy lemondanak és visszaadják a mandátumot, de teszem tovább, hogyha ha ezt ígérnék, és tényleg arról lenne szó csak, hogy legyenek jobb, igazságosabb törvények. Szerinted milyen igazságosabb választási időszak? Nem az, hogy kicsit, mintha beakadt volna a lemez, de hogy szerintem azt nem lehet megkerülni, és részben megkerültétek ezt a kérdést, hogy milyen választási törvény várható attól az ellenzéktől, mely egy ilyen előválasztást hegeszt össze, úgy, amikor semmilyen külső kényszer nincs, csak a saját akarat. De tovább megyek. Milyen pártfinanszírozási törvényt fog összerakni egy ilyen 50%-kal vagy kétharmaddal kormányzó mostani ellenzék, amelynek tagjai olyan politikai szereplők, akinek gyakorlatilag a bilincs csattanásától csak az mentette meg őket, hogy éppen Orbán Viktorok nem volt kedve börtönbe zárni őket, mert jók még, ha ők ilyen jókat gondolként benne maradnak ezekben a pártokban, ki tudja, mire lesznek még jók. És egy kérdés, a költségvetés ugye nem kétharmados, ez egy feles törvény. Mi fog történni akkor, és most visszakanyarodok a beszélgetés elejére, hogyha a mostani ellenzék megnyeri a választást, és az első költségvetés, amelyről nektek majd szavazni kell személy szerint, vagy a körzeteket megnyert, vagy listán bejutó MMMS vagy UVMP-s jelölteknek szavazni kell majd, akkor azt látjátok, hogy hopp, hát ebből a költségvetésből tizedére csökkent a külhoni magyaroknak szánt támogatások, ebből kimaradtak a családtámogatások, a nagy része, ebből kimaradt ez, mert én azt gondolom, hogy az a dilemma, amivel most szembesültök, vagy bűnöző szempontból szembesülünk, hogy nem szabad ellenkezni, és nem szabad vitázni az ellenzékemmel az táborütés, az pártütés, meg az igazából bomlasztás. Hát ezek a dilemmák százszoros, ezerszeres erővel fognak felnagyítódni, és azt arra kerülni, amikor már nem arra van szó, hogy ki melyik körzetben indul, hanem hogy lesz-e érvényes költségvetés a Magyarországnak 2024-ben, vagy sem. Hogy fogjátok tudni feloldani ezt a helyzetet, amikor benne lesz? Akkor maradjon a Fidesz. Tíz, nem, ez egy kérdés. Ne, ez a kérdés. Maradjon a Fidesz?
Nem, az én kérdésem az, hogy mit kezdtek majd ezzel a helyzettel? Ne, én csak jelezni szeretném a jelenlévőknek, mert nekem is jelezték a szervezők, hogy ők 6 órakor be szeretnék zárni a szaunát. Úgyhogy ez van nagyjából 5 perc eddig, úgyhogy én akkor egy ilyen viszonylag rövid választ javaslok a Márki-Zay Péternek, és akkor utána nagyjából meg is osztunk. Jó, tehát az igazi kérdés az, hogy akkor maradjon a Fidesz. Tehát azon problémázni, hogy mit fog csinálni a mai sok esetben gazember ellenzék, az annak a kérdésnek a megkérdése, hogy mit csinál a gazember Fidesz. Tehát az, hogy most van egy biztos gazemberünk, és van neked egy félelmet, hogy esetleg majd, hogyha ezek a nagyon nagy gazembereket eltakarítjuk, akkor a kis gazemberek mit fognak csinálni, én erre azt mondom, hogy ez legyen akkori probléma. Most egyetlen egy problémánk van, ezt a gazembertársaságot eltakarítani. Ha valaki az amellett érve, hogy azért maradjon a Fidesz, mert Gyurcsányt nem fogja elszámoltatni az ellenzék, mert a Fidesz olyan jól elszámoltatta a Gyurcsányt. Én amikor utoljára a Fideszre szavaztam 2010-ben, akkor nem csak hogy egy Putyin ellenes Európa párti Fidesz volt még az, hanem Gyurcsány kormány elszámoltatását ígérték, és azt, hogy aki lopondnak, levágják a kezét. Ez olyan nagyon bekövetkezett, igaz? Tehát azért mondom, hogy most onnantól kezdve, hogy mindenféle problémát felsoroltak azért, hogy miért ne fogjunk össze, miért ne váltsuk le a Fideszt, ez nem alternatíva. Ez az ország, ez garantáltan tönkre megy. Ki mondta azt, hogy ne váltsuk? Jó, tehát nem, te azon problémázni. Azon problémázni. Olyat mondasz, amit nem mondtunk. De senki nem mondta azt, hogy ne váltsuk le a Fideszt. Én csak azt mondtam, hogy végrehajthatatlan ígéretekkel ne kampányoljatok, mert be fogjátok csapni az embereket. Igen. Én azt gondolom, hogy a Fidesz leváltása, hogyha nincs 50% esetén is elszámoltatás, ha nincs, és valóban az ellenzéki pártok többsége, és az ellenzéki miniszterelnök jelöltek többsége nem akar elszámoltatni. Ez az, ami igazság. Még az se, aki azt hangoztatta, hogy akar, az se akar elszámoltatni. Aki támogatja a Kocsabát, az nem akar elszámoltatni. De tovább megyek, ha a kétharmados törvényeket megtartjuk, akkor lehetséges egy pici elszámoltatás, adóellenőrzést lehet akkor is csinálni, és a többi, és ez egy nagyon pozitív dolog. Ne mondj el mindent. Jó, ne, most őszintén, na ez ellen a logika ellen is mindig tiltakozni szoktam, tehát a Fidesz nem olyan hülye, hogy most én nekem kellene elmondani, hogy milyen lehetőségek vannak. Aki azt mondja, hogy erről nem akar beszélni, az azért nem akar beszélni róla, mert nem akarja megcsinálni. Tehát igenis nagyon sokat kell beszélnünk elszámoltatásról. És még egyszer mondom... Ezek szerint nem vettél még át ilyen rendszereket, de minden... Nem, én sem. 2010-ben sem volt elszámoltatás, és 2002-ben sem volt elszámoltatás mellesleg. Úgyhogy én azt mondom, hogy a legfontosabb dolog, és ezért kell alapvetően 51%-kal is kidobni azokat a kétharmados törvényeket, amelyek megakadályozzák, hogy leváltsuk Polt Pétert, leváltsuk a médiatanácsot, visszavegyük az ellopott javakat, mert ezt mind megakadályozzák, az, hogy a Fidesz pillanatokon belül visszajön. Tehát nem az a kérdés, hogy lesz-e polgárháború akkor, hogyha börtönbe csukjuk az embereket, egyébként nem lesz. Hódműzővásárhelyen egyetlen egy ember nem ment ki tüntetni azért, illetve nem igaz, egy fideszes képviselő tüntetett azért, hogy a Lázár János ellopott kastélyi útját, azt ne adóztassuk meg. Egy fideszes képviselő az 5 fős frakcióból, ez az egy volt az, aki kérte azt, hogy az ellopott kastélyi útját ne adóztassuk meg. Itt nem csak börtönről van szó, itt arról van szó, hogy visszaveszed azt, ami a városi vagy az országi, hogy nyilvánosságra hozod el az emberségeket, és még egyszer mondom, onnantól kezdve, hogyha börtönbe csuknak egy tolvajt, senki nem fog kiállni és tüntetni mellette. Márpedig itt csak erről beszélünk, börtönbe csukjuk a tolvajokat. Nem lesz polgárháború, mert senki nem fog kimenni azért a Mészáros Lőrincért, vagy azért a Szijjártó Péterért, aki a jaktozásért, meg a kínai vasítért senki nem fog kimenni tüntetni, nem lesz polgárháború. Úgyhogy egyetlen egy dolgunk van, nyilvánosságra hozni a gazemberségeket, és csak a bűnözőket elszámoltatni. Nekünk nem a Fidesz kell elszámoltatni, de a bűnözőket igen. Ez a legfontosabb. És senki nem fog tüntetni, és nem lesz polgárháború. És ehhez igenis a Fideszes kétharmados szabályokat... Maximálisan egyetértek azzal, hogy a törvények között valaki, aki neked tetszik, azok az mazsolázhat, ez nem kivitelezhető. Ma is ezt csinál az alkotmánybíróság. Ma az alkotmánybíróság nem működik megfelelően. Ez kétségtelen. És még Áder János is ezt csinálja. Te a törvényrendszert nem fogod tudni megváltoztatni egy fős többséggel a parlamentben. Akkor marad és visszajön a Fidesz. Tény. Én nem félek attól, hogyha bűnözők börtönbe kerülnek, akkor népharag lesz az utcákon. Népünnepe inkább lesz az utcákon, mint népharag. Én attól félek, hogy erre azért nem fog sor kerülni. Azt akartam kérdezni, nem akartam a szabadba vágni, mert lendületben voltál, hogyha Mészáros Lőrinc 6 hónapon belül nincs börtönben, akkor ki fog bocsánatot kérni, melyik ellenzéki pártvezető, hogy megígértük, de sajnos... Mert én attól félek, tudod, hogy a
amikor majd el kell számoltatni ezeket az embereket, akkor pontosan az fog történni, hogy a Robi utalt, hogy itt a, majd azok az emberek, akik csak azért nincsenek börtönben az ellenzékből, mert a Fidesz azt mondta, hogy nekik még nem jött el az idő, és ezek kerülnek majd kulcspozíció, meghatározó pozícióban, és nagyon, nagyon bízom benne, hogy nem lesz igazam, attól félek, hogy mivel nem lesz érdeke senkinek borítani ezt a hatalmi struktúrát, senkinek nem lesz érdeke, mivel nem volt ellenzék megtisztulás, nem volt, gyakorlatilag az ellenzék nem dobta le magáról azokat az elemeket, akik nyilvánvalóan zsarolhatóak, és nem csak magánéleti zsarolhatóság, hanem gazdaságilag kétes ügyek való részvétel, korrupció gyanús ügyletek miatt. Majd ezek az emberek fogják megszavazni, meg börtönbe zárni azokat az embereket, akiknek egy gomnyomás lesz, hogy kinyíljanak azok az akták, amik ők is börtönbe vinnek. Hát hogy képzeljük ezt? Elszámoltatás csak akkor képzelhető el, hogyha a másik fél nem zsarolható és szándékában is áll. Én mind a kettőt kétségbe vonom. És most már tényleg csak rövid zár szó, vagy ilyen mondta a Robi, hogy ilyen zárókör lesz. Felelősség teljes választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet ilyen 12 évnyi kétharmados fideszes többség után elszámoltatás, meg feles többséggel új törvényeket hozni, szerintem professzor úrakkal egyetértenem, felelős politikus azt gondolom, hogy nem, most nem akarok csinálni a fogalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy én nem tudnék felelősség teljesen erre ígéretet tenni. Amit a polgári válasz elnökeket és a polgári válasz képviselőkét viszont tudok mondani, hogy az alapvetően a józanész hangját képviselni minden egyes esetben jelentsen ez 1%-ot, 5%-ot, 11%-ot, bárhány százalékot, bármilyen struktúra, bármilyen választási eredmény alapján azt gondolom, hogy erre van és lesz lehetőség. És hogyha már odáig eljutnánk, hogy az embereket felnőttnek nézzük, és alapvetően a józan ész pártján állva, vagy ezt képviselve próbálnánk betartható ígéretekkel kampányolni, megpróbálnánk az politikai ellenfeleket nem megsemmisítendő ellenfélnek tekinteni, hanem legyőzendő ellenfeleknek. Ha megpróbálnánk valamiféle értékelvű politikai szövetségeket kötni azokkal, és egyébként a Mindenki Magyarországa mozgalmat és az Újvilág néppártot, vagy ezeknek a képviselőt alapvetően ilyen politikai entitásoknak tekintem. Hogyha ideig el tudnánk jutni, hogy azonos szándékú, azonos térfél lévő pártok tudnának egymással jó cél érdekében szövetkezni, és azokat az elemeket lehetne karanténba zárni, akiknek karanténba lenne a helyük, és most másokat zárnak karanténba, akkor lehetne Magyarország egy sokkal jobb és élhetőbb hely. Nos, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az itt megjelent politikus uraknak a véleményét, az ismertetett álláspontjait. Ez a rendezvény nagyjából ennyit tudott, mi pedig várjuk továbbra is a előválasztást, hát ha mégis megrendezik. Hát ha lesz akár kettő vagy három olyan körzet is, ahol az emberek választhatnak, hogy kiírja ki a Fideszt, és hát természetesen várjuk a rendszerváltást. A halálunkig, és majd újra testesülünk, majd azután is. Köszönöm a figyelmet!